Hallgatóság, kedves polgártársaink, mindenki nagy tisztettel köszöntök a Muzsai Önkormányzat 30. tervezett rendes képviselőtestet ülésén a mai napon, és engedjék meg, hogy megnyissam a testület ülést. Dobrý deň prajem, vážení poslanci, vážení prítomní hostia, vážení spoluobčania pri televíznych obrazovkách, dovoľte, aby som vás pozdravil na 36. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Mužle, ktoré som zvolal v zmysle paragrafu 12 odstavec 1 zákona číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov. Engedjék meg, hogy tiszteltek, külve folytassam. Természetesen mindenkinek a saját anyanyelvén van joga hozzászólni majd testületüléshez. A főelnök úr jelezte, hogy mai ülésen nem tud itt lenni, ezen kívül egyetlen képviselőnő, Szilva Anikó képviselőasszony igazolta magát a mai testületülésről, rajta kívül mindenki itt van, minden 8 képviselő itt van. Tehát arra szeretném kérni a tisztelt képviselők, hogy készfenntartásra jelezzék, hogy tudunk-e tanácskozni a mai testületülésén a kiküldött naprendi pontok alapján, vagy van-e valakinek esetben módosító, kiegészítő javaslata? Ha nincs, akkor kitámogatja, hogy a jelzett naprend alapján tanácskozom a Muzsai Önkormányzat a mai ülésen. Kérem, készfenntartással jelezzétek. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadva. Engedjétek meg, hogy a mai 36. testületülésnek a fölvesztőjében elmondjam, hogy néhány évvel ezelőtt meglátogattam a község nevében a községi közmunkások egyikét, Vosovics Lasztát, hozzátartozóval együtt a Zselízi Elfekvő Kórházban, mert ugye a betegségének, a sérülésének az első 6 hetében nem volt látogatható, nem engedték be csak a legszűkebb, legközvetlenebb hozzátartozóit. Amikor már lehetőség nyílt, akkor elmentem a község nevében, és mindenkinek átadtam a község lakosságának, a közmunkásoknak, és kollégáinak, az önkormányzati képviselőknek a üdvözletét és jobbulást kívántam számára, hogy mi hamarabbi fölépülés legyen az ő sorsa. És természetesen a mai nappal is az érvényes, mert akkor a napokban hazahozták, basztát most már hazai gyógykezelése. És akkor azokban a napokban, amikor ott voltunk, én érzékeltem a községünkben azt, hogy sokan azt hitték, hogy nem kommunikál, nem tud beszélni, nem beszámítható, kérem szépen, nem így van, mindent meg kell cáfolnom. Teljesen normálisan beszéltünk vele, kommunikáltunk vele, normálisan tud beszélni. Az igaz, hogy a súlyos sérülését követően, miután ugye egy muzsdai fiatalember elgázolta a Muzsdai főutcán, nagyon nehéz a mozgásképessége, nagyon nehezen tud fölülni, és hogy mikor fog tudni járni, az a jövő zenéje. Mindenféleképpen igyekszünk neki segíteni abban, hogy a számos temérdek műtétet, operációt követően fölépüljön, és ehhez nagyon fontos lesz neki a rehabilitáció most a következő hetekben, hónapokban, és ebben nyújtunk számára segítő kezet, hogy ez a rehabilitáció valamilyen formában elkezdődjék, és ilyen formában újra megtanuljon járni, és újra normálisan fölépülhessen, és teljes értékű emberként tudja a mindennapjait majd tulajdonképpen eltölteni. Ehhez kívánunk neki sok erőt, egészséget, fölépülést, mi hamarabbi gyógyulást kívánunk Lasztának. Nem tudom, észrevették-e a muzsdai polgártársak és a tisztelt képviselők, de a községházával szemben üvegvitrínben, a kiállító vitrínben kifüggesztettünk a gyermekek által festett Dunamente térképet, amely egy kerékpár turista térkép, és igazából kisiskolások rajzolták, és ezen belül még azt is el szeretném mondani, hogy egy muzsdai kisiskolásnak a két festmény is látható a térképnek az üvegvitrínben, az alsó, jobb alsó sarkában. Aki 8 évesen megfestette az iskolánkat és megfestette a templomunkat, és nagyon szép festménye kerekedett. Van ott két nyelvű, természetesen szlovák és magyar nyelvű információ községünkről, környékünkről, úgyhogy tessék mindenki, megtekintheti majd az új térképet. És ebből a térképből lesz több példány, kérték már néhányan, természetesen a falu egyes intézményekben, épületeiben el fogjuk helyezni, mindkét oldalról látható lesz, tehát a információs szöveggel és a térképpel egyaránt. Hamarosan elkészülnek a listák, amelyek ugye a tetejére és aljára kerülnek, utána szét fogjuk osztani érdeklődés alapján. El szeretném mondani azt továbbá, hogy az elmúlt hétvégén, másfél héttel ezelőtt látható volt a Muzsdai falu tévében
az a számos beruházás, ami a községünkben éppen megvalósítás alatt van, vagy hamarosan el fog készülni. Elmondhatjuk azt, hogy Buzsdán soha nem látott beruházási aktivitás tapasztalható vagy látható. Idén elkezdődött és idén megvalósul a következő beruházásoknak a halmaza. A elsősorban ugye ezen a héten hétfőn elkezdődött a Muzsdai Ódának a teljes felújítása, ennek a költségvetése 251 ezer euró. Mindig el fogom mondani, hogy mekkora a költségvetés, és mindig el fogom mondani, hogy a források honnan vannak, tehát kinek a költségvetéséből hoztuk a pénzt az adott beruházásnak a megvalósítására. Ennek a beruházásnak a teljes értékét Magyarországtól kaptuk, Magyarország állami költségvetéséből, a Betlen Gábor Alpon közvetítésével, és nagyon szépen köszönjük, hogy a teljes összegét 250 ezer euró összegben Magyarország kormánya által és a magyar közösség pártja közvetítésével tudtuk idehozni Muzsdára. Ezen kívül elkezdődött a szabadtéri színpadnak az építése a kultúrház mellett. Ennek a költségvetése 52 ezer euró, és ennek a forrása a Muzsda község saját költségvetéséből, a képviselők elfogadták ugye decemberben, majd januárban ugye a módosított költségvetést. Következő beruházás augusztusban megvalósul a korszerű hulladékgazdálkodás projektnek a gépesített része, a második része, amely ugye egy traktort, egy számos ugye csatolt eszközzel, illetve tehergépkocsit fölépítményekkel és csatolt eszközökkel fog majd számunkra biztosítani, és ezzel beindul Muzsdán a korszerű hulladékgazdálkodásnak az a három válfaja, amelyet a törvény számunkra kötelezővé tesz, de egyelőre Muzsdán nem voltak ezekkel a dolgokkal, ugye a község szervezésében nem voltak ezek megoldva. És ennek a költségvetése együtt a Kertek alatti utcában megépült, tavaly ősszel megépült hulladék gazdálkodási udvarral együttesen 421 ezer euró, és ebből az Európai Unió költségvetése az összeg 85%-át takarta, Szlovákia állami költségvetése a 10%-át takarta, és Muzsda község költségvetése ennek az 5%-át takarta. Ezen kívül elkezdődött a szolgáltatások házának az újjáépítése itt a községházával szemben, ahol ugye fönt az emeletén vannak a bérlők, ugye a szolgáltatók, lent pedig van ugye a körzeti orvos, Volce doktor úr, illetve a szociális szolgáltások, amik a község hatáskörében vannak. Ennek az épületnek a tetőszerkezetének és a hőszigetelésének, energiahatékonysága javításának a teljes költsége 51 ezer euró, és ez a muzsdai költségvetésből lesz fedezve. Következő beruházás sorrendben az ötödik, az ősszel teljes iskola, illetve burkolat felújítás lesz a templom part útján, teljes egészében, teljes hosszában, mert ugye tavaly ősszel megvalósult a VKK melletti eskanyarnak a burkolat felújítása, illetve a vasúti átjáró és a főút, országút közötti szakasznak a burkolat felújítása. Ezen évnek az őszén meg fog valósulni az eskanyar, tehát a VKK melletti eskanyar és a patakit között teljes egészében, mert az utóbbi évben nagyon rossz állapotba került ez az út, ugye megyei hatáskörben és tulajdonban lévő útról van szó. Ennek a költségvetése 171 ezer euró, és ezt a költségvetést már Nyitra megye elfogadta idén januárban, és a ütemezése a közbeszerzés után valamikor ősszel fog megvalósulni. A következő beruházás a Patakhíd környékén meg szeretnénk növelni a gyalogosok forgalmának a biztonságát, új járdákkal, új gyalogos hidakkal, biztonságos korszerű zebrákkal, ugye a Patakhíd, a meglévő Patakhíd mindkét oldalán. Ennek a beruházásnak a költségvetése 56 ezer euró, és Muzsda község költségvetéséből lesz fedezve. Hamarosan elkezdődik az iskola udvarán, de a községi tulajdonban lévő telken a műfűes multifunkciós pályának az építése. Éppen a közbeszerzés zajlik, hogy ki fogja ezt a műveletet elvégezni, ezt az építést elvégezni. Ennek a költségvetése 67 ezer euró, legalábbis a tervezett költségvetése, nem tudjuk mennyit fog majd végül generálni a közbeszerzés. Ebből 38 ezeret támogatásként kapunk a Szlovákia állami költségvetéséből, és a muzsdai Endrődi János ifjúsági alapból, ugye a tavaly módosított alapszabály értelmében 29 ezer euróval számolunk, amit az előző testetülésen fogadott el a képviselőtestület. Egy következő beruházás, ami napirenden lesz majd augusztus hónapban, akkor van ütemezve, a járdák építése az iskola felé, tehát a templompartnak az aljától az iskola felé fog egy járda megépülni, illetve a parkban található járdák térkövezése, mert ott ugye berpiált ugye ilyen kavics van, kavicságy van ugye az útakon vagy a járdákon, és igazából a közmunkásoknak nagyon sok munkájuk van annak a gaztalanításával és a tisztításával, illetve képviselői indítvány volt, hogy a meglévő Patakhíd, gyalogos Patakhíd felé is ugye végre most már térkövezeti járda legyen.
ezt megfogadtuk, és ezen kívül még az iskola terméskő lépcső rendszere melletti burkolat is megújul, mert az eddigi makadám, fehér makadám követ ott is térkővel fogjuk majd ellátni. Ezeknek a beruházása és költségvetése 19 ezer euró, és ezt Muzsla-község költségvetése fogja állni. Nyár végén, ősz elején pedig vélhetőleg meg kéne újulni a községházának, a községi hivatal épületének, európonyos támogatással. Ennek az összköltségvetése 327 ezer euró a közbeszerzési eljárást követően. Ennek is a 85%-át fogja az európonyó költségvetése állni. Szlovákia állami költségvetése ennek a 10%-át, és Muzsla-község költségvetése ennek az 5%-át fogja állni. És végül elmondanám a sorrendben az utolsó tizedik beruházást, amely még ebben az évben megvalósul, vagy részben megvalósul. Folytatódik a vízvezetéknek az építése a Szőlőhegyen. Ez egy, ebben az évben ugye körülbelül 2,5 kilométernyi szakasznak kéne megépülnie. Erre költségvetésben elköltöttünk és jóváhagytunk 25 ezer eurós összeget, és ez Muzsla-község költségvetéséből lesz fedezve. Engedjék meg, hogy most húzzak egy vastag vonalat és elmondjam, hogy összegzésképpen 2018. év teljes beruházási kerete 1 440 000 euró, ami a beruházásokra fog menni. Ebből Muzsla-község költségvetése 140 ezer eurót takar. Endrőd János ifjúsági alap 29 ezer euróval, és ugye fölvettünk a községben 100 ezer euró hitelt, amely fedezi ugye részben ezeket a beruházásokat. És ezen kívül vannak idegen forrásaink, ezt úgy tessék elképzelni, hogy más költségvetésekből hozzuk ide Muzslára befektetni ezeket a pénzeket, amelynek a összértéke 1 millió 171 ezer euró, kérem szépen. És ez a Szlovákia állami költségvetéséből 112 ezer eurót érint, Magyarország állami költségvetéséből 251 ezer eurót érint, az Európai Unió költségvetéséből 637 ezer eurót érint, és Nyitra megye költségvetéséből 171 ezer eurót érint, amit ebben az évben vélhetőleg karácsonyig idehozunk Muzslára, Muzsla-községbe. Nagyon szépen köszönjük a község nevében minden egyes ilyen támogatónak és minden egyes ilyen forrásnak a támogatását, amit ugye ide tudtunk hozni közösen Muzsla-községbe. Negyedik pontban elmondanám, hogy itt a szünidő, és minden gyermeknek valóban szerencsés és élményekben teli szünidőt kívánok a következő két hónapra. Próbálják meg átélni vidáman, de sérülésmentesen, valóban együttműködve és valóban hasznos dolgokra fordítva ezt a két hónapnyi időt, szünidőt. És természetesen most sikerült nekünk elsőként elérnünk azt, hogy Muzsla-község és a Csemadok Muzslai helyszervezetnek a együttműködésével, ugye jövő héten hétfőn fognak első turnusban hosszú időszak után szervezetten együttesen elmenni a muzsai gyermekek Balatonszászor a nyári táborba. Szívesen fogadják ott a gyermekeinket, a Csemadok helyszervezetek pedagógusai fogják ugye ott ellátni a szakmai felügyeletet, orvosi és egészségügyi felügyelet is lesz ugye Balatonszászor a gyermekeink számára, és hát azt kívánjuk nekik, hogy valóban az az egy hét, amit eltöltenek Balatonon, az is egy élménydús és valóban számukra gyümölcsöző legyen, és sok élményen térjenek majd haza, és reméljük, hogy valóban ez így meg fog történni. Ennyit szerettem volna elmondani a fővezetőben, én most megkérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése. Ha nincsen, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Következik a munkabizottságnak a jóváhagyása. Mint jeleztem, 8 képviselő itt van, jelen van, tehát tudunk igazából határozatképesen dönteni ma, és tudunk a munkabizottságba is ugye megfelelőképpen jelölteket állítani. Én javaslom, hogy a mandátumvizsgáló bizottságba végig sorjában Borvák Imre képviselő és Becse József képviselő legyen. Van esetleg egyéb javaslat? Ha nincs, akkor készfeltartásra szavazatok, hogy elfogadjátok a javaslatot. Köszönöm szépen! Javaslóbizottságba javaslom Ármi Adrián és Magyar Beátát. Van-e egyéb javaslat? Nincsen, akkor készletartásra jelezzétek, hogy elfogadjátok egyhangulat. Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Zalba Imre képviselőurat és Csányi Erzsébet képviselőasszonyt. Van-e egyéb javaslat? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, szavazatokról, hogy elfogadjátok-e. Egyhangulat, köszönöm szépen, egyúttal megbízom Farkas Márta mérnöknőt a jegyzőkönyv vezetésével.
Következik a negyedik naprendi pont, a korábbi két testetülés határozatainak az ellenőrzése, a teljesítésének az ellenőrzése. Mert ugye volt egy tervezet és volt egy soron kívül testetülésünk, kezdem az utóbbival, a 35. üléssel, amelyen jóváhagyta a képviselőtestület OTP Bank pályázatát a 100 000 eurós bankhitelnek a folyósítására. Ez részben is kezdődött, jelzem, részben, egynegyednyi összegben már folyósították. Jóváhagytuk a Jövő Kétszer Alapítványba jelöltjeinket, a Felügyelőbizottságba Becse Józsefet, a kuratóriumba, vagyis az elnökségbe Várgonyi Terészt, Farkas Ivánt, Zács Annát és Balázs Györgyit, és ügyvezetőnek továbbra is a következő időszakra Mészáros Bélát. A két szerződést adtunk jóvá az elmúlt testetülésen, amelyet a teljesítése augusztus közepére várható, mégpedig az általam elmondott hulladékgazdálkodási nagy projekt keretében a két szerződést, egyik a traktor és csatoltex eszközökre adtuk jóvá, a Com Agrar Technik Kft-nek a győztes pályázónak, aki a közbeszerzést megnyerte, ő lesz a partnerünk, a belekötött szerződést 199.248 euróra áfával együtt. A másik szerződés, ami a tehergépkocsira, a csatolmányokkal és a fölépítményekkel együtt, amelynek az értéke 140.640 euró DPH-val. Itt is a Com Agrar Technik Kft. Lett a befutó. Ez is jóvá lett hagyva, mind a kettő ugye vélhetőleg augusztus közepén kerül már megvalósításra, akkor fogják szállítani az eszközöket. Következő volt az Endrődi János alap támogatását, mint társfinanszírozást 29.900 euró összegig maximálisan multifunkciós pálya építésére. Valószínűleg ez miután lezárva a közbeszerzés, a nyári hónapok folyamán ennek az építése elkezdődik. Ugye az iskola melletti, de községi tulajdonban lévő telken, az egykori aszfaltpályán, amely a zöld kerítéssel van körbekerítve. Ezután elfogadtuk a község, muzslaközség kommunitáris stratégiáját, amely a szociális szolgáltatások szempontjából fontos a 2018 és a 2020-as évek közötti három évre. Itt el kell mondani azt, hogy ez nagyon fontos dokumentum a gondozóhálózatnak a további tevékenységére, és egy új információt néhány napja kint van a pályázati fölhívás, kérem szépen, a Szociális Minisztérium részéről, Európai Uniós támogatással, ugye a szociális szolgáltatás keretén belül a gondozóhálózatra a következő harmadik hullámban, a 2018 és 2020 közötti három éves időszakra. Természetesen mi erre fogunk pályázni, ennek a pályázatnak a megnyitott pályázatnak a határideje, a leadási határideje augusztusban van, és ezzel mi arra számítunk, hogy szeptember 1-től ugye tudná finanszírozni az Európai Unió a következő időszakban a gondozóhálózatot. Tehát ez is jóvá hagyja ez a kommunitárius stratégia. Következő jóváhagytuk a közlekedési tábláknak, jelzőtábláknak a paszportját, amit a Stomon érsekújvári Kft. Készített el számunkra, és végül jóváhagytuk Vágógyi Tamásnak kérni 1500 euró támogatásra ugye a ház felújítására. Elnapoltunk egy kérvényt, mégpedig a Muzslai plébánya kérvényét a községi tulajdonban lévő teleknek, ugye a papi pince melletti teleknek ugye a megvásárlására elnapoltuk. Ez a mai testetülésen mára már kikristálosodott, és ma ez tárgyalási naprendi pont lesz. Elmondanám még azt megelőző 34. testetülésen milyen döntések voltak, és miket hattunk jóvá, és mit sikerül, milyen folyamatában van ugye a teljesítés. Elsősorban a 2/2018-as számú általános érvényű rendeletet hattuk jóvá, mégpedig a építkezési ösztönzése is éppen ugye mennyi ott egy lehetőség olyanok számára, akik legalább 10 éve muzslai polgárok, muzslán élnek, fizikailag valójában és papíron is ugye, és számukra adtunk lehetőséget arra, ha egyedül állóan építik a házat, akkor kapják lehetőséget községi támogatásra. Jóváhagytuk a költségvetés, a muzslai költségvetés második számú módosítását, ez már folyamatában van ugye ennek a teljesítése. Jóváhagytuk a tavalyi évnek, gazdasági évnek a zárszámadását, természetesen a főelnök úrnak a véleményével együtt. Jóváhagytuk a Szlovák Telekom részvénytársága az egy évre megkötött ugye, a jóváhagyással megkötött ugye, szerződést a Telekom sugárzó tornyának, ugye, a alatti teleknek ugye, a bérbeadása a Telekom része további egy évre. Azzal, hogy egy éven belül, azaz 2019 áprilisáig valamilyen megoldást kell találni, addig el kell dönteni, nyilván majd a választásokat követően a következő testületnek
amelynek lesz rá a szűk fél éve, hogy milyen formában kívánja azt tovább hasznosítani a következő években, hogy beruház-e egy jelentős összeget annak az áthelyezésére, vagy valamilyen más eszköz lehetőséget talál arra, hogy máshol legyen ugye az antenna, vagy pedig továbbra is ugye megköti majd az antennát. Lényegesen jobb, föltehetőleg lényegesen jobb bérleti viszonyokkal, mint volt eddig, ami ugye 20 évvel ezelőtt volt megkötve, és igazából abban reménykedünk, hogy ez a felajánlás, amit a Szlovák Telekomnak a munkatársa felajánlott, hogy lényegesen kedvezőbb lehet éves szinten annak a hozománya a község számára, akkor az is napirendben lesz. Jóvá hagytuk ugye a szerződéseket a vékony telkeknek, a községi telkeknek az eladására. Folytattuk a sort ugye a hosszú soron, Bátorkeszi felé, Baka, Sándor, Baka, Manikó részére. Majd jóvá hagytuk a második körben már a szerződést a községi telek eladására a Rézúton, tulajdonképpen utolsó telket, vagy telkeket, Jan Urbánik és Urbánik Bernadett részére. Az egyik ugye a muzslai rendelet alapján történt, mint fiatal ifjú házasok részére, akik Muzslára költöznek ezáltal, természetesen eddig nem muzslai lakosok voltak, és mellette a szomszédos telket pedig a rendeletben szereplő áron eladtuk nekik, mindenféle más támogatási rendszer nélkül. Hát ezek voltak azok, amikről döntöttünk, és ezeknek a teljesítése természetesen mindegyiknek szinte kivétel nélkül napirenden van. Én ehhez kérem a véleményeket a negyedik naprendi pont keretében, van-e valakinek hozzászólása, kérdése, tessék, lehet hozzászólni. Ha nem, akkor lezárom, köszönöm szépen. Következő az ötödik naprendi pont, mégpedig a 07/ZO/2018-as szerződésnek a jóváhagyása, amely ugye a községháza zömében Európa Unió költségvetéseiből történő átépítését, korszerűsítését, jelentős ugye energia hatékonyságának a megnövelését, jelentős megnövelését vette célba. Ennek a 85%-át az Európa Unió támogatja, 10%-át Szlovákia állami költségvetése és 5%-át Muzsla község költségvetése. Azzal, hogy ehhez a szerződéshöz van egy főelnőri vélemény, amit mindenféleképpen most meg kell vitatnunk, mert a főelnőr úr elküldte, gondolom, a képviselőknek is, hogyha nem, akkor a képviselők megkapták, fűzött hozzá kiegészítő javaslatokat, mégpedig 4 pontban. Azonban el kell mondani azt, hogyha ezt elfogadná a testület, mint kiegészítésként, akkor nagy bajba kerülnénk a következő éget. A hosszú közbeszerzési folyamat, ami most már közel 2 éve tart, és most már lezárult a közbeszerzési hivatal által, amely kigenerálta a szerződést. Tehát nekünk a közbeszerzési menedzserünk által javasolt szerződést a közbeszerzési hivatal jóváhagyta. Ha mi most ebben a momentumban jóváhagyás mellett még valami kiegészítés, vagy módosítást adnánk jóvá, azt újra el kéne küldeni a közbeszerzési hivatalba, és újra jóvá kéne hagyatni, ami úgy néz ki, hogy hónapokkal megint eltolná, illetve elhalasztaná nekünk a beruházásnak a megvalósítása. Én úgy gondolom, hogy a főelnök úr által benyújtott kiegészítő javaslatoknak nincs módosítása, kiegészítés meg egy kérdés. Van jogalapja, relevánsa, azonban félő, hogy lényegesen elhalasztanák a beruházásnak a megvalósítását. Én inkább azt javaslom, és ezzel egyetértetni, ezt megbeszéltük vele a főelnök úrral, hogy akkor vegyük tudomásul neki a javasolt kiegészítését, azonban praktikus okok véget, mivel a közbeszerzési hivatal ezt a szerződést mint javaslatként már elfogadta, és innentől kezdve komoly bonyolalmakat okozna bármilyen más belgyúlás ebbe a szerződésbe, hogyha lehet, én javasolnám és kérném azt, hogy fogadjuk az eredeti szerződést. Tekintettel arra, hogy nem súlyosak az ő általa megjelölt kiegészítések, vagy megfogalmazott kiegészítések, de azt is tudni kell, hogy igazából a közbeszerzési menedzser, aki velünk van szerződött viszonyban, ő által javasolt szöveg van itt előttünk, nem a partnerünk által javasolt szöveg, és ez a szövegezés a szerződésnek jóvá lett adva a közbeszerzési hivatalban. Megnyitom ezzel a vitát, tessék. Engem először is az érdekelne, hogy amit itt a főellenőr úr a legvégén kérdezett, hogy csoi naviacki látszom. Azzal mi lesz? Nehogy úgy járjunk azt a végén, ami lesz naviacki látszik, hogy nagyon sokba fog kerülni, és ezt a szerződés abszolút nem tárgyalja. Ugye a
itt a gondozóhálózatnak a felújításánál estünk pont bele ebbe a csapdába, hogy majdnem többbe került a Navijac Prace, mint amennyire először a felújítás szólt. Igen. Sőt, többbe is került. Igen, csak azóta szigorult a törvény, a közbeszerzési törvény sokkal nehezebb, sokkal szigorúbban taglalja most már a Prace Navijacot, ezért a szerződésében bázikusan nem is kerül a Prace Navijac, mert nem fogható, meg nem pontosítható a dolog, tehát nem lehet pontosan bedefinálni, mit is takar tulajdonképpen az jogilag. Éppen ezért ma azt javasolják minden egyes ilyen szerződés kötés, hogy ez a terminus technicus ne is kerüljön be, amit le van szerződve, az legyen az építés tárgya, azon kívül semmi legyen megoldva. Ez a mai jogi helyzet. Tessék további hozzászólások. Ha nincs olyan, köszönöm szépen. Igen. Tessék, mondja. Ez a 8/7. Tieto musia byť doplne, dopredu odsúhlasené objednávateľom. V zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu, diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve. No, alapvetően ugye tudjátok is, hogy a munkanapló, tehát a denník prác az úgy működik, hogy amikor valamilyen tevékenység van, akkor a építési felügyelőnek, illetve a beruházónak, mi esetünkben a községnek, annak a községet, a dolgozónak azt látomozni kell. Hát természetesen logikus ma magától értelő, nem írja alá, nem fogod aláírni valami olyat, ami ő tudta nélkül, mi tudtunk nélkül kerül bele. Természetesen ez így van, és hogyha valami ott nincs jóval hagyva a építési naplóba, akkor azt nem is fog fizetni. Ugye ez praktikusan megvan, csak ugye ő be akart emelni ezt a szerződésbe. Mondom még egyszer, tehát természetesen jogilag van rá lehetőség a községnek, hogy kibővítse. Az viszont egy további lényeges csúszást vonna maga után, mert azt végül hajtani újra az egész közbeszerzési procedúrán. Mert ez jött ki, ami előttünk van, ez a szerződési javaslat jött ki a közbeszerzési eljárásból. Csak jelzem természetesen mindenkinek, hogy ennek a függvény, ennek a mellékete a költségvetés, és mindenkinek mondom, nincsen benne 70 000 eurós tétel. Jó? Ez most erről szól. Nincsen benne 70 000 eurós tétel. Tessék? Igen, én is erre nagyon kíváncsi voltam, hogy mennyi lesz a fuvárdíj. Úgyhogy ami azelőtt 70 000 euró volt, most 347 euróból megúsztuk. De másik, ami szemet szúrt, hogy a végösszeg nem változott. Úgyhogy nem spóroltunk meg 70 000 eurót. Közbeszerzési eljárás folyamán én nem nyúlok be az egészbe. Tudod, te is nagyon jól, rajtunk kívül zajlik az egész. A közbeszerzési eljárás, ami teljesen független a községtől, teljesen független a beruházótól, mi nem nyúlhatunk bele. Ott vannak ugye a közbeszerzési menedzser, aki általunk meg van hirdetve, van egy projektmenedzserünk, és van a közbeszerzési hivatal, aki az egész fölött őrködik. És vannak potenciális beruházók, akik jelentkeznek. Én nem tehetek róla. Tehát egyet tudni kell, hogy az eljárás alatt is, ami meg volt támadva a médiában, meg volt támadva néhány ember által, az alatt is az a szerződés, ami nem a centrális regiszterben volt, hanem ami a közbeszerzési hivatalban volt, az elejétől fogva nem tartalmazta 70 000 eurót. Vigyázzunk erre, jó? Tehát ha valaki ebből ügyet akar csinálni, akkor korrektül akkor járt volna el, ha megnézi a centrális regiszterben lévő szerződés mellett a közbeszerzési regiszterben lévőt, és akkor a kettőt konfrontálta volna, és látja, hogy a kettő nem volt. De akkor hogy lehetett, hogy a két szerződés nem volt egyforma? Mondom, hogy ez rajtunk kívül zajlik, én ezt nem tudom. Mind a kettőnek vannak felelős menedzserei. Van a centrális regiszternek is felelős menedzsere, van a közbeszerzési eljárásnak egy hivatala, állami hivatala, ez rajtunk kívül zajlik minden. Tehát igazából én csak azt állítom, hogy a közbeszerzési hivatalban lévő folyamatban elejétől végig az egész két éves folyamat alatt soha nem volt olyan tétel, hogy 70 000 eurót. Soha nem volt olyan tétel. Most, amíg ilyen nagyobb összegig hallottak, nem néztem alatt az egészet, csak ami úgy szemet szúrt. A negyedik oldalon, igen, hogyha megnézitek, a 17-es sorban a Vonkaisia Onyetka. Azelőtt volt 9202 euró, most 15257 euró. Akkor a 8. sorban Obvodné Murivo, azelőtt volt 10700 euró, most 19551. Válaszolok is rám, ugye, jó? Tehát ezt mindenki tudja, hogy a második körös közbeszerzésről van szó. Az első kört nekünk ugye 8 hónap nyelvődés után a program irányítóhatósága leadotta. Leadotta, és minket arra kötelezett, hogy muszáj második kör.
A második körben, az első körvel ellentétben nem poliszterén lesz a hőszigetelés, hanem kőzetgyapot. Úgy, mint az óvodában most kezdték el csinálni, vagy akár szembe a községházával szembe, már fönt van részben a falon a kőzetgyapot hőszigetelés. Lényegesen drágább, mint a poliszterén. A másik viszont következő, hogy kérésünkre a második közbeszerzési eljárásban nem klasszikus egyszerű nemes vakolat, hanem szilikátos nemes vakolat kerül a homlokzatra. Amely árban teljesen máshol van. Tessék, további hozzászólások. Mészáros Béla, tessék. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy tulajdonképpen a végösszeg nem változik. Én nagyon sok projektban részt vettem, és a költségkalkulációt is végeztem. Sokszor megesik, hogy az ember az egyik tételek között ugye valamilyen hibát vét, és az egyik tételből a másikba teszi át. Az, hogy 70 ezer euró volt az egyik verzióban a szállítási költség, az nyilvánvaló az egy badalság. Tehát valószínűleg valami olyan hiba történhetett, amikor hát az ember téved, mikor csinál ilyen Excel táblázatokat, és átteszi az egyik tételt a másikba. Úgyhogy ebből nem csinál, ha az egész összeg nem változott, akkor ezen nem kellene annyira bazírozni. De logikus lenne, hogy akkor 70 ezerrel csökken, nem? Nem, éppen arról beszélek, hogy amikor csinálja az ember a kalkulációt, akkor valamilyen tételt tévesen egy másik rubrikába tesz. Tehát azt jelenti, hogy egy előző rubrikából az hiányzik. Tehát tulajdonképpen ez egy módosítás szerintem, mert nekem is történt már olyasmi a pályafutásom alatt, hogy valamit véletlenül egy másik rubrikába tettem. Na most ez is megeshetett. Nem tudom, én nem voltam a részese szintén a közbeszerzésnek, de egy ilyesmit el tudok képzelni, mert velem is előfordult már. Persze mindenki előfordulhat. Jó, további hozzászólások? Nincsenek ez arra, hogy szavazzunk, ki támogatja, hogy a Muzsla község beszerződjön a közbeszerzés győztesével a Prospekt Kft. Lősebivárból, és végrehajtsa ezt a beruházást a községháza átépítését. Ki támogatja? 8-ból 7, igen. Ki tartózkodott? Egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következik a 6. naprendi pont, mégpedig a községi díjak megítélése, odaítélése azoknak, akik érdemesek arra, hogy a képviselőtestület döntése által ebben a kitüntetésben részt vegyenek. Én megmondom őszintén, hogy a múlt heti tanácsülésen ezt a javaslatot már megvitattuk. Én a következő javaslatokat tettem, és a képviselőtestület elé úgy fog menni a javaslat, hogy a tanács megvitatta, a tanács tulajdonképpen jóvá hagyta azokat a javaslatokat, amiket most el fog mondani. A községi díj, ami a községi rendelet alapján van odaítélve, ugye, az előző évben kifejtett tevékenység által, én javasoltam a tanácsnak, és ma javaslom a képviselőtestületnek, hogy a muzsdai önkéntes tűzoltók kapják meg a tavalyi évben kifejtett munkájukért, mert ugye azt megelőző években igazából nem sok beavatkozni valójuk volt, hála Istennek nem voltak olyan esetek, amikor a községben nekik tüzet kellett oltani például, vagy belvizeket kellett megoldaniuk, elszivatniuk elég komoly mennyiségben, mint volt ez a tavalyi évben, kérem szépen. A tavalyi évben 7 esetben voltak kint tűznél, korábban, mint az állami tűzoltók, mert a rendelet így szabályozza, ha magasabb kategóriába kerülnek, mint a mieink, ugye 2017-től, akkor tulajdonképpen őket az a kötelességük is megvan, hogy nekik elsőként kell kimenni a tűzesethez, még azelőtt jóval, hogy kérnek az állami tűzoltót. 7 esetben történt ilyen beavatkozás, ezen kívül 3 esetben történt belvizeknek az elvezetése és a károknak a megelőzése. Egyszer ugye a tó környéken, a hosszú soron történt ilyen, egyszer itt a közben ugye a községházától a diófasor irányába, és egyszer történt neki kint a Szőlőhegyen, amikor a csépány alatti területről, illetve csépányról ugye zúdult a víz, és a csépány alatt kellett neki beavatkozniuk, úgyhogy nagyon nagy köszönet a tűzoltóknak ezért, és ezért merészettem azt javasolni, ha nekünk a 2017. éves tevékenységet kell értékelnünk, akkor ők ezt megérdemlik.
Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen szeretném, ha erről ma döntenénk, és szeretném, hogyha javaslat nem csak a múlt heti tanácsülésen, hanem ma itt, a testületben is el van a fogadva. Köszönöm szépen, ezzel én megnyitom a vitát, ezt tessék. Nincsen vita, szavazzunk, ki támogatja, hogy az önkéntes tűzoltók kapják meg a tavalyi tevékenységükért a községdíjat. Egyhangulat, köszönöm szépen. A községi elismerés, a másik községi díj, amelyet tavaly is kiosztottunk, ugye hosszú idő után elsőként, nem tudom, hogy korábban mikor volt ilyen, de biztos nagyon régen. Idén a második alkalommal szintén a tavalyi év tevékenysége alapján díjazza az önkormányzat azokat a szervezeteket, vagy azt a szervezetet, amely arra érdemes. És én javaslom, hogy a muzslai nyugdíjasok szervezete, a nyugdíjas klub legyen az, amely ebben az évben meg fogja kapni a muzslai elismerést. Nagyon aktívak a hölgyek, a csoport mellett, ugye a klub mellett tevékenyik a Gyöngyvirág énekkar. Számos esetben fölléptek nem csak Muzslán, hanem Muzslán kívül is, mint legutoljára Komárom-Esztergom megyében Szomoron például, vagy gyakran lépnek föl Párkányban, a nyugdíjas otthonokban, de más fesztiválokra is hívták őket, fölléptek már számos esetben Nyergesülfalun testvértelepülésünkön. De egyébként maga a kör az, amelynek az ülései csütörtökönként látogatja 20-30, néha több nyugdíjas. Nagyévű rendezvényeket szoktak szervezni, ugye a Kultúrházban, évzáratag gyűléseket, anyáknapi műsort, együttesen szoktak ugye odásokkal, húsvétvárót és egyéb más számos ünnepséget, úgyhogy ilyen szempontból nagyon aktívak, és én úgy gondolom, hogy megérdemlik, érdemesek arra, hogy megkapják Muzsla község elismerését. Megnyitom a vitát, ezzel tessék. Ha nincs, akkor szavazzunk, ki támogatja a javaslatot. Köszönöm szépen, egy hangulat. És végül, de nem utolsó sorban, életműdíjat szeretném megítélni. Ugye az életműdíj esetében nem az előző évre, hanem egy egész életpályára, egy egész életívre ítéli meg az önkormányzat ezt a kitüntetést, és köztudott, hogy tavaly a legidősebb polgártársunknak, Sulci Józsi bácsinak ítéltük meg, aki azóta sajnos elhagyott bennünket, meghalt. Tehát igazából ebben az évben lenne hosszú idő után másodízben ez a kitüntetés megítélve, odaítélve. És én egy olyan személyiségnek szeretném odaadni, aki hosszú ideje önkormányzati képviselő, és igazából elmondhatjuk, hogy a majorok védőszentje, akár a Csenke, akár Kismuzsla, akár Szentgyörgyhalma istápolója volt. Számos esetben az ottani nyugdíjasokon segített, még több esetben a gyermekeken segített, védőangyalok volt, őrzőangyalok volt, gyakran a zsebébe nyúlva, anyagi ráfordítással, gyakran más, természetbeni hozzájárulással természetesen. Ezen kívül számos esetben volt önzetlen szponzora, támogatója rendezvényeknek, akár természetben, legyen az élelmiszerrel, legyen az bármi mással, pénzzel, mindig lelkesen odaállt a támogatók sorába, és alapvetően megtámogatta az adott rendezvényt. Sok esetben ő volt a legkomolyabb eszmei és tárgyi támogatója annak a rendezvénynek, olyan formában, tárgyi formában. És hát nem kevésbé el kell mondani azt, hogy hosszú ideje önkormányzati képviselő, és bejelentette, hogy legközelebb már nem kíván indulni a következő választásokon, és éppen ezért itt az ideje, hogy ilyen módon az önkormányzat szavazzon a javaslatról. Nem kevésbé kisebb érdeme, hogy a legutolsó önkormányzati választáson legtöbb szavazattal, magassan legtöbb szavazattal került az önkormányzatba. Csányi Erzsébetről van szó, akit én érdemesnek tartok arra, hogy mivel néhány héten, hónapon belül befejezi aktív tevékenységet az önkormányzatban, és néhány hónap ezelőtt befejezte munkáját, bőven már nyugdíjas korban lévő tevékenységét, nagyon hasznos állatokért tevékenységét munkahelyén. És úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy egy nagyon hosszú jövő, nagyon nemes tevékenységi kört, egy nagyon nemes életpályát tüntessünk ki ezzel a kitüntetéssel. Köszönöm szépen a megértést, és most megnyitom a vitát. Elsősorban meg szeretném kérdezni Erzsikét, hogy ha ez így lesz, akkor elfogadja el, mert ha nem fogadja el, akkor nincs miről szavazni. Hát természetesen. Igen. Igen, mondod. Köszönöm szépen. Menem bombán, remélem, hogy hallják a
televízió nézők is. Erzsik elfogadta, úgyhogy ezzel én megnyitom a vitát. Tessék, hozzá lehet szólni. El kell mondani azt is, hogy volt a tanácsülésen alternatív javaslat, de megegyeztünk a képviselő urakkal abban, hogy az az úriember, akit javasoltak, az jövőre lesz 75 éves, jövőre lesz 3/4 százada, hogy megszületett. Éppen ezért gondolom, hogy akkor lenne nagyon szép gesztus, ha egy jó karban lévő, jó kondícióban lévő férfi emberről van szó, aki hosszú szakmai tevékenységet a községben töltötte, itt dolgozott keményen és valóban szakmai odaadással. Én úgy érzem, hogy akkor lenne nagyon szép gesztus, ha ezt a 75 éves születésnapjára azt tudnám megkapni a következő évben. Ebben mi megegyeztünk a tanácsülésen. Tessék, hozzá lehet szólni. Ezt mond a következő képviselőtestület fogja meg. Nyilván, természetesen, így van. Most hát azt majd a választásod után, természetesen. Jó, hát az Erzsébetnek közülünk, ő van talán legrégebben itt a képviselőtestületben, meg a majorokon, ahol valóban sokszor segíteni között az istalpon. Sokszor megcsinálta, megérdemli. Nem csak a kora miatt, hanem a hozzáállása miatt is. Ez a személyes vélemény. Nyilván nem volt véletlen a közel 4 év ezelőtti támogatása is Erzsékének a képviselőtestületi választáskor, hogy a legtöbb szavazatot kapta. Nyilván ez is jelez valamit, és nyilván ez is egyfajta irányadó, hogyha döntésünk abba az irányba mutat, akkor ez is egy megalapozott döntés lesz. Tessék, további hozzászólások vannak-e? Nincsenek, köszönöm szépen, ez a vita, ki támogatja, hogy Csányi Erzsébet legyen, aki a községi díjat megkapja. Egyhangulat, illetve nem, 8-ból 7-en kitartózkodott, a érintett tartózkodásával természetesen, és így akkor jól adhattuk 7-1 arányban. Nagyon szépen köszönöm. Következik a pillanatra, hogy még, hogy hol lesz átadva és mikor, igen. Hogyha még esetleg erre... Igen, természetesen elmondjuk. Hát reménykedünk abban, hogy a szabadtéri színpad az augusztus 19-i ünnepünkig megépül. Éppen ma volt egy nagyon fontos tanácskozás emiatt a kivitelezőkkel és a építésvezetővel, meg a dozorral, felügyelővel itt a községházán. Azon a napon, augusztus 19-én lesz egy éve, hogy megkötöttük Nyeresújfalu városával a testvértelepülési kapcsolatot. Az egy éves évfordulón szeretnénk egy kultúrműsorral kedveskedni a muzsolyaknak, a nyeresújfalujaknak, és azon az ünnepen szeretnénk az első naprendi ponton a polgármesteri köszöntőt követően, amikor Magdika, Mihelyünk Magdika polgármester asszony fogja köszönteni a jelenlévőket, felavatni a remélhetőleg föl szeretnénk avatni ugye a szabadtéri színpadot, és azt követően mindjárt második naprendi pontban szeretnénk a kitüntetéseket átadni. És egyben reménykedik abban, hogyha megépül a szabadtéri színpad, akkor az a fajta hagyomány meg fog szűnni, hogy a vendégek, a polgároknak a döntő többsége állva nézi végig a műsorokat, mert úgy néz ki, hogy minimálisan 400-450 férőhelyet tudjuk már az új színpad előtt a teret megtölteni. És ilyen szempontból igaz, hogy mondjuk a bogrács, gulyás, főzők esetleg majd egy picikét távolabbra fognak a postához közelebb kerülni, de viszont betöltjük majd ülőhelyekkel az egész füves részt, amelynek ugye része ugye a projektdokumentációs testület döntés alapján térkővel kirakott alapzat lesz. Tehát igazából szeretnénk, hogy minél többen, ha lehet, akkor minden vendégünk ugye ne álló, fogadó vendég legyen, hanem ülőhelyjel fogjuk várni a vendégeket, ezt szeretnénk elérni. És hát ilyen szempontból mindenki tisztelettel várunk, jó rendezvénynek mutatkozik, ahol nem csak a hazai hagyományőrzők, nem csak a nyergesülfalui hagyományőrzők fognak bemutatkozni hagyományosan, mert tavaly is így volt nyergesülfalun, hanem lesz egy tárlakító a nyergesülfalui és a muzsdai festők műveiből, utána pedig a művészeti alapiskolának a diákjai fognak egy koncerttel kedveskedni, fiatal zenészek fognak föllépni, majd azt követően 7 órától lenne egy jazz koncert, egy nyeresőfalui standard jazz triónak a előadása, hagyományos jazz jelzem a 70-es évekből, és a végén lenne a Tarnai Rock Bandnek egy 2 órás élő
élő nem playback, valóban élő előadás, ahol olyanok lépnek föl, akik, illetve olyan egykori rockzenészek alkottak, csapat fog föllépni, akik nagyon ismert muzsikákat fognak előadni, mondjuk a Piramis, az Omega, az Edda, P-Mobile, Charlie, és még sorolhatnám kitől mindenkitől, nagyon jó zenének ígérkezik, már csak abban reménykedjünk, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Úgyhogy mindenkit nagy tisztelettel várok, és ha már az alpolgármester úr megkérdezte nagyon bölcsen, nagyon helyesen, akkor ezen a rendezvényen a kezdetén szeretnénk a díjakat átadni a díjazottaknak. Köszönöm szépen! Következik a hetek napirendi pont, mégpedig a Római Katolikus Egyház muzsai plébániának a kérvénye, amely már be volt nyújtva az előző testület ülés elé, nem vitattuk meg, mert elhalasztottuk, nem volt elég előkészítve. Tudott tény, hogy a papi pince mellett, illetve a maga a fizikailag a pince, a földalatti pince fölötti községi teleknek a megvételére nyújtott be a plébános úr kérvényt, azzal, hogy viszont ő szeretné, hogyha ezt nem vásárlási szerződés formában kötnénk meg, hanem csereszerződés formában, mint ahogy történt ez tavaly ugye a DAP és a község között, és ő viszonzásul fölkínálja, a képviselő előtt került ott van a vázatrajz, fölkínálja a templom környékén lévő utak és járdák alatti teleteknek a viszont ugye adását, tehát a csereszerződés formában, mégpedig a templompart útja melletti járda alatti telekről van szó, egész hosszában ugye a templomnak a szélességében tulajdonképpen, és a templom körüli teleknek a szélességében, illetve a templompart és a játszótér közötti ugye dombon átívelő szűk út alatti teleknek a fölkínálásáról van szó. Ezeket még, ha ma elvidöntés hoz a képviselőtestület, ha ezt elfogadja ennek a csereszerződésnek az előkészületét, így első lépésben, akkor természetesen vázatrajzokkal kell szétbontani, ugye lebontani a nagy telekről ezeket a vékony csíkokat, telekeket, és azután történhetne meg, miután ez megtörténik, a geodéta, ugye a földmérő ezt megoldja, bejelenti a kataszteri hivatalba, utána történhetne meg maga a csereszerződésnek a megvitatása, lehetséges, hogy már a következő testület ülésen. Tessék, menjünk a helyzet vita. Marcsak Beáta képviselőnök. Én csak kérdezni szeretnék, hogy ez a pirossal bejelölt területről van szó, nem tudom. Mondjuk pontosan nem az, mert ezt a vázat fogja kimutatni, ez csak ilyen szituáció, plá, meg ez az orra is hozzá menne, mert most úgy néz ki, hogy az a hét közepéig, ami van, az odáig az egyházi. Úgyhogy de facto, amint mész le erre a lépcsőkre, az is az egyházi, és úgy logikus egy közút, ne legyen egy mal szervezetnek a birtoka, mert ha jövőben is pályázni akar, vagy valamit a község, akkor ez komplikációt okoz. Így van. Köszönöm. Magyarul az az aszfaltút, amelyik az iskola és a templom között van, ami ugye, ha vesszük a nyugati oldaláról, ahol a játszótér van, kicsit emelkedik, aztán jön a templom parkba, torkolik bele. Az az aszfaltunk benne, amihez hát valójában ugyan most az egyház tulajdona, de hát az egyháznak gyakorlatilag köze nincs, mert végül is azt az útat, mondja, hogy a Bolvár kolléga mondja, hogy ha más nem is, még ha javítani kell, akkor is a község javítja, tehát akkor javítja a saját útja, és a járda az pedig a templom bástyája, amelyik van a templom partnál, a mellette lévő járda, ahol járnak a gyerekek a tornateremben. Az is jelenleg az egyház tulajdona, és eznek a nagysága, ennek az útnak és ennek a járdának a négyzetméterenki nagysága nagyjából fedezné azt a részt, amelyik a úgynevezett papi pince körül terül el, és így mind a két fél jogilag tulajdonába kerül. Mészáros Béla, tessék! Én ezt a javaslatot teljes mértékben támogatom, és nekem teljesen világos például a papi pince melletti telek, amit ki is van jelölve a térképen. Viszont a másik oldalon én nekem valahogy én végignéztem ezeket a területeket, amiket cserébe adnánk érte. Ez van itt legalább 70 terület.
amiből nem tudom kiszamálkodni magamat, hogy melyik azok, melyik hogyan, de magát az elvet, hogy cseréljük ki, azt természetesen támogatom, mert ott van egy pince, van ott egy környéke, ami úgy logikusan oda kell, hogy tartozzon, de hogy melyik területeket adnám cserébe, lehet, hogy az ember tudná többet. Szerintem nem kell, hogy beszövetkezetjék meg ezt. Az másiknak rendi volt ezt. Mert itt egy parcella szám alatt lévő területnek a körbe a szegélye van. A templom dobba, mint van, valójában, hogyha ez be van mérve, az az új járd, ami megy föl a templomban mellett, és a templom háta mögött, az egyház tulajdonában van. Ugyanúgy az aszfaltút, ami jön attól a hídtól, volt a Drapák-Károly telkelőtt, ami van, meg hát az iskolának a hátsó bejárata van, még ott jártunk be annak idején, hát még emlékezhetsz rá. Egész le, idáig az iskola másik bejáratáig az aszfalt, amit újonnan építettek az új bástyára, valamikor 60-as évekre. Ez lenne az egyház részéről a cseletárgya. Mert így lényegében mindenki annak a jogilag, annak a birtokába lépne, amit úgy is használ. Mert lényegében a járdák az utak úgy logikus, hogy a községhöz tartozzon. A pappince, mert a pappince alatt itt elkét, az alatt azt kell érteni, ahol maga az alsó pince van. Maga az alsó pince, ezt nem neked mondom ezt, hogy más. Maga az alsó pince, mert valójában az egyház tulajdonában csak az a régi felső pince épület volt, ami valamivel nagyobb volt, vagy hosszabb, mint a mostani. Még hát a Juli néni meg ezek emlékezhetnek rá arra, a láttetős valamire. Az van az egyház birtokában, és ahol van az alsó pince, illetve ahol van az, hiszem, hogy emésztőgöröl nincs, de ahol van a vízsaktája, meg minden, az mind községi területen van. És az úgy logikus, hogy aki használja, az annak a tulajdonában legyen. Meg hát a községnek nincs rá szüksége vele, mit csinálnak. De összekeverem valamit. Nem, nekem az teljesen logikus, csak ugyanebben a kérvényben van egy csomó terület, ami nem tudom, hogy hogyan került oda, hogy amit a község adna helyette. Ezek a zavaró. Különben az egészben sem az elv nem zavaró, az teljesen logikus, hogy úgy kell lennie, meg az is, hogy kicseréljük, mert miért nem cserélnénk ki. Csak hogy itt nem tudom, hogy úgy kell. Nem a 8-assal kell rögzíteni? A következő napi ponttal? Nem, mert ebben a kérdőjében csak egy alternatív van, hogyha valami kisebb vagy nagyobb, akkor egy útkar melletti területe volt, útkar mellett ne kompenszálva. Így van. Mert van a községnek is, meg egyháznak. Lehet, hogy abban kell. Lehet, hogy össze kell rendelni. De ezt viszont akkor fogjuk a négyzetmétert biztosan tudni, hogyha a polgármester úr jelezte, hogy mert az egyre elkészül a templom területre a vázat, mert akkor négyzetméterre pontosan fogunk tudni, hogy mi az, amit ad a község, meg mi az, amit ad az egyház. Pontosan. Nem azt mondom, hogyha egy négyzetméter különbség lesz, ott én gondolom nem fogunk abban. Persze. Teljesen világos nekem, csak annyi, hogy az elvvel is egyetértek, csak az, hogy nekem ebben a beadványban annyi parcella számból, amit nem tudtam kiszabálkodni. Földmérők csinálnak egy rajzot, benne lesznek a parcella számok, benne lesznek a területnagyságok, a kettőt összehasonlítok. Megvan. Jó, rendben. Elmondom, hogy mit választ szívedet. Igen, van. Okay. Tovább is hozzászólások. Papnak, azért változás. Ha nincsen lezáró vitát, ki támogatja, elszerűleg az első lépésben, hogy akkor ezt a csereszerzést készítsük elő, ki támogatja. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadva. Következő egy 8. naprendi pont, az pedig a DAP elnöke, Borvák Imre által fölvázolt indítvány, ami azért fontos, illetve a község volt a eredeti ugye indítványozó, mert amikor már döntött a testület ugye a szerződésről, a hulladékgazdálkodási projektum belül a gépesítésről, meg már fölépült ugye a hulladékgazdálkodási udvar, akkor nyilván nekünk a zöldet, amit ledarálunk, valahol el kéne helyezni, és megígértük a Kertek alatti utcába élőknek, hogy azon az új tározón nem fogunk zöldet komposztálni, nem arra fogjuk használni, hanem más alkalmas helyet találunk a lakott területen kívül, és így megszólítottuk a DAP-ot, a szövetkezetet, hogy akkor lehetséges volna-e a VKK területén, ahol már nincs állattenyésztés, fizikailag ugye megszűnt, viszont vannak ott betonsilók, és így ilyen szempontból a betonsilókat, illetve az alatta lévő telkeket leválasztaná a DAP, fölkínálna ugye csereszerződés keretében a községnek, és a község viszont annak fejében a község tulajdonában lévő telkeket adna ugye a csereszerzés keretében a DAP tulajdonába. Nekünk ez a projekt szempontjából kulcsfontosságú, mert ha szeretnénk segíteni a
A kertek alatti utcában élők számára, amit a tavaly előtti lakossági fórumon meg is ígértünk egyébként, és teljesen jogos, hogy mindenféle szagok meg bűz nélkül éljenek, akkor olyan helyen kell tényleg ezt megoldani, ami távol áll, és itt a VKK-nál kiszámoltuk múltkor a Telekomnak az antennája esetében, hogy az minimálisan 500 méter minden lakott résztől, tehát igazából az azért mindenféleképpen teljesen más szituáció, mint a kertek alatti hulladékgazdálkodási udvaron, és ilyen szempontból szerintem ennek van létjogosultsága. Szeretném, hogyha egy első lépésben a testület ezt elfogadná, mert akkor utána kidolgoznám konkrétan a szerződésnek a szövegét, én aztán a második körben a következő testületülésen, vagy a rákövetkező mehetne jóváhagyása. Volt már erre példa, mert emlékeztek rá mindenki, minden képviselő, valószínűleg a polgárok is, hogy bő másfél éve a focipálya alatti és környékbeli telkeket cseréltük így, olyan szántóföldekre és más község tulajdonban lévő, de nem a község által hasznosított telkekre, ami most már aminek köszönhetően egy hosszú tortúrát követően a kataszteri hivatal átírt, bejegyzett, aminek következtében ugye a futballpálya és a vonatkozó telkek már község tulajdonban vannak ezáltal. Ebben az évben azt hiszem márciusban történt ennek az átírása. Tessék, Borbálkémre úr. Először csak a futballpályához szeretnék szólni, hogy ott nem csak a futballpálya, hanem a két aszfaltút is. Igen. Mind a két oldalán, meg amihoz úgy akadályozta az egészet, a vadászház alatt lévő terület, mert ez volt úrbéri, úgyhogy abból a szövetkezet visszavett részleteket, úgyhogy ez a szerződésből csak a szövetkezet tulajdon jogai hányadát soroljuk föl, az 15 oldal. Úgyhogy az egy darabig eltartott, még az meg lett írva. Úgyhogy azért tartott, aki ott azt erre, aki tapasztalatlan, azt nem kell mondani. Most itt a telepnél, hát lényegében két csiló, hát gödör, hát voltak éppen nem gödör, mert fél métert van leresztve, betonozott betonfallal leállatva, plusz a község kapna hozzá egy alternatív bejáratot, ami tulajdonjogilag be lenne jegyezve, mint bejárati jog. Ez arra való tekintettel, hogyha később a szövetkezet más akarná a többi területet hasznosítani, akkor innét, ahol a gárcsökkentő állomáson egyenesen be lehessen járni, és ne legyen akadály annak, hogy a másik telepen keresztül járnak. Most itt egy föltétele volt a vezetőségnek, hogy tudjuk, hogy az a vége a volt szemétgödrön területén épült a cigánygödörbe, hogy úgy is hívjuk felénk a kert alatt, épült gyűjtőudvar, ami egy betonlap és kerítés, nem tudom, 20 000 vagy 30 000 euróba került, körülbelül ilyen árba volt. Ez szintén egy betonozott terület, ott is egy beton van, betonfalakkal. Úgyhogy a vezetőségnek, különösen Őszi úrnak az volt a kívánsága, hogy mivel ez beépített terület, így nehéz hasonlítani, és ehhez nem jutott úgy a szövetkezet, mint a futballpályához. Mert a futballpályához úgy jutottunk, mint Szamára Füleihez, ezt egy törvény alapján megkaptuk, de ezt viszont a területeket meg kellett venni, fel kellett építeni. Legyen felértékelve, ez csütörtökön volt itt akkor mondta, és a felértékés alapján ugyanúgy, amit a község a szántóterület helyette fel lesz értékelve, és a két értékközelítse. Persze itt nem fogunk 1000 eurókkal játszani, vagy 500 eurókkal, hogy annyi a különbség, hogy kisebb, mert én azt hiszem, hogy a szövetkezet megengedheti magának azt, hogy eddig is sok támogatta a községet mindenben, amiben tudta, hogy ezentúl is ezt az utat fönntartsuk. Itt, ami meg lett nevezve parcella, ez lényegében Szőlőhegyen van, ez 17 ár, és meg lett egy nagyobb parcella nevezve, abból egy bizonyos ágyat. Persze mink ehhez a parcellához nem arra kaszkodunk, hogy ebből legyen egy ágyat, ezt meg lehet később is beszélni, hogy melyik. És hogy még valakinek világos legyen, a tisztelt képviselők, nekik még van két parcella. Az egyik, a patak egyik darabja, amin van a Komáromi híd, és a volt pálinka főzdő, illetve a vadászház mögött, az valahogy a szövetkezet tulajdonában, a 317 négyzetméter, és mivel jövő későbbiekben a község oda egy gyalogvidet tervez, és így sokkal egyszerűbb az építkezési eljárás, olyan területen folyik, ami a község tulajdona, a szövetkezetnek meg de facto nem is kell, azt ajánlottuk, azt adjuk fel. A másik a 752/2-es, ez meg amint megyünk fel a kert alája, Patómariskáig, Sakkermariskáig felé, az a keskeny csík, ami ki lett ott utulva. Annak az a csíkját, aki a bencsőjékkel szemben, mert ez szintén az út melléke, ezt a szövetkezeti csomagba vette meg, direkt avval a szándékkal, hogy a községnek szüksége van rajta, amilyen áron vettük, olyan tovább vagyunk. Köszönöm szépen. Hozzászólások, tessék. Maricsuk Beáta. Én akkor fönn voltam ezen nagy ülésen, és valóban megígértük azok lakóknak, hogy ezt így megoldjuk. Volt ott egy fiatal ember, aki nemrég költözött Muzslára, és nagyon nézszerűen ő mondta azt, hogy jó, ha itt van ez, akkor csináljunk vele valamit.
és úgy legyen, hogy mindenkinek jó legyen, úgyhogy ezért nagy köszönet tényleg, hogy a DAP-pal így meg lehet egyezni, és hogy elmegy, még egy ígéretünk volt, szerintem az őszre valósítható meg, mégpedig a fa kiültetése, hogy az ott lakókat mind a hang, mind a por, aztán a későbbiekben ne zavarja, és mivel tudjuk, hogy nyáron nem lehet fákat ültetni, ezért ezt ősszel kéne megvalósítani. Ez a két ígéretünk volt az ott lakókhoz. Meg azt hiszem, hogy ezt az egészet abból szeretném még csak kiegészíteni, mert itt az őrtúladik gyűjtésnél tervezve van arról is, hogy a Szőlőhegyről valami vennyike mennyiség bekerül. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból ideálisabb helyen van, mint hogyha végig a Bagota közön a hosszú sor egy részén, meg mellettünk van oda főtalicskázva kert alá, mert azt hiszem, hogy a szóron is út közben, meg az ott lakók sörülnének. Meg nem lenne akkor a forgalom. Hát valamennyi forgalomtól tehermentesítve lennének azok a kis utcák, és nem is valamennyitől, hanem nagy részétől, mert faluban talán az a legtöbb az hát a kiválasztásnak főleg az oldalon, mert a polgármester úr annak idején még alternatíva főmerült a volt Tyúkvár területe, de az is azért záródott ki, mert ugyanúgy egy szűk utcán keresztül vezet oda. És hogy most a kert alatt lesznek elégedetlenek, vagy a transformátor felé, az egyik semmi oldalás. Közelebb van ott a lakott területhez is. Transformátor környék a Rézúton lett volna, akkor tulajdonképpen következménye annak a gazdálkodásának. Nincs még 100 méter különbség sincsen tulajdonképpen távolság, ami annál is rövidebb. Ez igen? Akkor inkább a Morva képviselő úrhoz. Ez akkor azt jelenti, hogy ott kettő silógödör van, ami a község tulajdonában jut? Igen, abból indultam ki, hogy ami most ott a község bekerítetett, ott volt a zöld terület, zöld hulladék gyűjtésével is számolva, plusz az 17 négyzetméter, 14 négyzetméter, és 17 és 14-et kapna a község tulajdonába kerül, ez azért, mert nekünk is jobb, ugyanis ilyen béleti szerződésnél, mikor ilyen környezetgazdálkodási dolog van, az mindig hát is, hogy ki mély fele. Azért inkább így döntöttünk amellett, azt preferáljuk, hogy béleti szerződés helyett legyen a dalásvétel, és ott a kert alatt is, nem tudom, emlékszik rá be, fölmertő, az is igen, bérülni, de ezt akármikor fel lehet mondani. Azért lesz inkább, hogy a dalásvétel. És ilyen silógödöt, egyik is, másik is, vagy egyformák, milyen nagyot négyzetméterre? A hasznos terület a kettője az 11 négyzetméter, 11 jár. A kettő? Kettő, 11 ára hasznos terület, mert ez a maradék három ár, az a befordulóra. Tudod, hogy bele se járnira. És akkor onnan lenne, van is ott kapu, amelyik egyenes az országban? Nem, azt nyitni kellene, de csak a jövő zenéje, most még nyugodtan, még ott nincs valami mellettem ezen a kapu. Ráadásul megvan az előny, hogy van egy működőképes mázsar, úgyhogy valami alkalmazott kimegy le mázsarja, mert ezt mázsarni is kell. Na, ez nagyon jó. Annélkül, hogy bekölyön jönni oda a traktorbrigáda, és ott mázsarni is úgy menni, úgyhogy... Na, további hozzászólók. Azt hiszem, hogy ettől optimálisabb megoldás nem lehetne erre a célra találni, múzsatösség területén. Nincs, akkor lezárom a vitát. Kitámogatja egy első lépésben, hogy a cseleszerződést előkészítsük majd a következő ülések valamelyikére. Köszönöm szépen, egy hangulat. Következik Szabó Róbert és Szabó Aurélia szerződése múzsatösséggel. Ugye tudjátok, hogy előző testetülésen tárgyaltuk első lépésben, első lépcsőben. Ott, ahol laknak, a közben, ott ugye vannak községi telekek, amiket perpetők most udvarként használnak, és ők benyújtották a kérvényüket, hogy megvásárolnák. Egy dolog van, hogy amikor mi döntöttünk a előző testetülésen a szándékról, ugye első lépcsőben, azóta egyetlen egy paraméter módosul, mégpedig a 14-es számú geometriai tervet átköl számítom 15-ösre. Mert ott történt egy hiba, ki kéne javítanunk azt a múltkor, tehát formálisan arról kéne most szavazni, hogy nekünk a múltkori döntésünkben a 14-es számú geometriai tervet át kéne nekünk változtatnunk egy határozattal a 15-ösre, ez volt az első döntés, és ez megtörténik, amivel korrigáljuk ugye a múltkorinak a hibáját, akkor utána viszont magáról a szerződésről kell döntenünk, és a szerződés az most frissen készült el, kérem szépen, mert nagyon gyorsan volt ez a dolog benyújtva, úgyhogy a szerződés minden képviselő előtt ott van, klasszikus neki a vázlat, a szerkezete, nincsen benne semmi különös, köszönhetem a hivatalnoknak, Farkas Mártának, ez precízen elő lett készítve, nem egyszerű a dolog, mert nem csak múzsaközséget érinti, viszont itt a múzsaközséget érintő rész van beemelve ebbe, ők több mindent ugye oldanak ott a
elkészített új vázatrajzon belül, de éppen ezért mi itten tulajdonképpen csak arról döntünk, ami a kettőnk közötti adásvételre menne. Megnyitom a vitát, tessék, van ehhez hozzászólás? Ha nincs, akkor elsőként szavazzunk a múltkori határozatban a javításra a 14-es-től 15-ös számú geometriai terve, ki támogatja. Köszönöm szépen elfogadva. És akkor magára a szerződésről, ami most a második lépés ugye a ingatlan eladásánál, ki támogatja, hogy Szabó Róbert, illetve Szabó Aurélia, akik a 632-es számot laknak, hogy számukra a községi teret, amit ők egyébként udvarként használnak, hogy ez el legyen adva. Ki támogatja? Köszönöm szépen. Természetesen a hatósági, tehát a testületi ára, amit elküldött a képviselő testület két éve, mind általános ára, 540 euró per négyzetméter ára, amit most már azóta mindig általánosan használunk, ugye. Igen? Valamit kérdezhetek a Farkas mérnöknőtől? Tessék. Most ez azt jelenti, hogy itt eredetileg megszavaztuk, hogy 2007 per 7-es, ha jól értem, és per 10-es parcella egészben el lesz adva, és most már a vázra az alapján csak egy terület lesz bele adva. A száma változott csak. Ne, itt a terület is, mert hogyha meg 2007 per 7... 4 négyzetméter volt a szándékba is, meg a szerződésbe is. Mert ha megnézed a 207-es per 7-es, mint vonna a blokka 465 négyzetméter egészbe, a 207-es per 10-es zárja le 417 egészbe, és itt azt írja oda, 207-15-ös új parcellát kialakítva ezekből a parcellákból, csak 144 négyzetméter. De ha megnézem a vázazot... 144 az ül. A régi, megnézem a vázazot, ha ott van az volt a kiindulási terület. Aha, igen, a geodét akkor értem, oké, okay. Akkor nem összementetelek, csak elérzem. Ezért is van a 14-15, mert új vázlatra az kész. Hát visszadobták meg valószínűleg. Új vázlatra kész, és azért kell nekünk döntenünk a első lépcsőben utolgosan 14-15-re, jó? Tehát akkor a szerződéshez még valakinek van-e hozzászólása? Ha nincs, akkor szavazzunk, ki támogatja, hogy szerződés jóval legyen hagyva. Készfenntartással köszönöm szépen, egy hangulat. Következik Strapál Katarin és Mészáros Tamásnak a kérvénye a házuk átépítésére. Jelzem, nem kaphatják meg a teljes 1500 eurós összeget, mert 12.980 euró értékben hoztak ide számlákat, tehát annak a 10%-áig mehetünk el a rendeletünk alapján, úgyhogy 1298 eurót adhatunk nekik, többet nem, ez a maximum. Tehát én most akkor megnyitom a vitát, hogy esetleg ki kíván hozzászólni. 507-es házszám alatt lakó Strapál Katalinról és Mészáros Tamásról van szó. Behozták a dokumentumokat, átletek ellenőrizve, valóban érvényes számlákról, blokkokról van szó. Tessék, megnyitom a vitát ki, Becse József. Gondolom. Akkor behozták a számlákat, volt velük közöbben, hogy ebből kifolyólag persze, ennyi pénzünk. Tudnak róla, igen. Természetesen. Hát ha ők nekik ez így jó, akkor... Tudnak róla. Szerintem azt mondtuk, múltkor arról beszéltünk a tanács, hogy a közeljövőben még folytatnak valami átalakítást. Hát meg használják a maradékot. 202 euró még aztán mehetnek, természetesen. Jó, további hozzászólás. Ha nincs, akkor ki támogatja, hogy kapják meg a község támogatását. Egy hangulat, köszönöm szépen. Következik Mázsár Csaba és Halász Andrea kérvénye, ők viszont házat vásárolnának. És a ház vásárlása itt is behatárolt, nem kaphatják meg a teres összeget, mert 12.000 euróért veszik meg a házat, mégpedig ha jól látom, akkor a Muzsa 46-os házszámmal kérik megvenni. És igazából ennek a 10%, amit a rendelet alapján megkaphatnak maximum legtöbbet, az 1200 euró. Tehát itt is 1200 euróról van szó, nem mehetünk. Elvileg nem zárja ki a folytatásnak a lehetőségét számukra a rendeletünk, mert ha már megveszik és elkezdik átépíteni, akkor 300 euróig még tulajdonképpen igényelhetnek majd az átalakítás során támogatást. Tessék, megnyitom a vitát. Ha nincs, akkor ki támogatja, hogy számukra ez meg legyen ítélve. Köszönöm egy hangulat. Ez volt a 11. naprendi pont, most következik a 12. naprendi pont. Az alapiskolai igazgató műve leváltásának a körülményeiben
Ezt a pontot ellenzéki képviselők, illetve bocsánat, képviselőként Zalaba Imre volt, aki ezt kezdeményezte, négy képviselő aláírta, de megkérem a beteresztőt, hogy akkor a beteresztést mondja el. Mindenek előtt azt szeretném megkérni polgármester urat, hogy öntsünk tiszteletet a pohárba. Mivel te akkor, mikor leváltottad a igazgatónőt, mindenhol úgy reprezentáltad, hogy köteles vagy leváltani. Te írtál egy kérvényt a Státnás Polszká Inspekciának, dr. Kezdenka Farkasovának, amire kaptál te egy választ. Abban a válaszban a Zdenka Farkasová konkrétan megírta, itt a utolsó mondat, pri komplexnej inšpekcie školská inšpekcia nezistila žiadne protizákonné a závažné protispoločenské konanie. Asi sem hogy az elég egyértelmű, te reprezentáltad a egész leváltást, hogy neked ezt kötelességed megtenni. Elhallgattad ezt a levelet, nem hoztad senkinek tudomására. Kérjék, reagálját. Jó, tehát a követésed első része az nem volt teljesen korrekt és pontos, mert én két indokot jelöltem meg a leváltásom ugye okáért. Az egyik miatt kötelezőségem volt megtenni, az volt ugye a erőszak és a sikana, ha kell kitérek rá, a másik pedig lehetőségként adta meg a fönntartónak, nem mondtam én az, hogy kötelező a másik oknál, lehetőségként adja meg a hiányos képesítéséért. Most menjünk magára a levélre, amit most indokként fölhoztál. A levelet, amit én kaptam, azt egy válaszlevélként kaptam, írtam a inspektorasszonynak, a főinspektornak egy levelet, egy három oldalú levelet. Kértem őt bizonyos okokra, bizonyos dolgoknak a megvilágítására. Kértem őt arra is többek között, hogy világítsa meg nekem azt a fajta ankétot, amit csináltak a Kompesz inspekció keretében tavaly októberben, és a kérdőíveket, meg minden mást, ami miatt ők beleírták a jegyzőkönyvbe, az inspekció jegyzőkönyvbe azt a súlyos megállapítást, hogy a főcsatlakozaton ugye a diák 50%-a tud a sikanáról és erőszakról, és 30%-a pedig bevallotta, hogy szemerő alanya volt ennek a sikanának és az erőszaknak. Most ennek a konkrétumot akartam tőle megkapni, nem kaptam meg, hivatkozott a infotörvénybe egy speciális paragrafus, ami alapján nekem ezt nem adhatja oda. Ezért érdekes dolog, hogy amikor a levelemnek a második részében kértem őt arra, hogy nekem informálni engem a körülményekről, a továbbiakról, akkor az egy levelezés volt köztem és ő közötte. Köztem és ő közötte. Én nem titkoltam el semmit Imre, ugyanis én, hogyha levelezek valakivel, azok a levelezések nem voltak általam soha eltitkolva. Én ezeket a levelezésemet ilyen ügyben, vagy bármilyen más ügyben nem szoktam a képviselőkkel elítárni. Ez egy olyan levél volt, ami nekem megvilágította a körülményeket, hogy akkor a leváltáshoz én hogyan viszonyuljak hozzá. Bizonyos pontosítást kértem tőle az ellenőrzési inspekciónak ugye a jegyzőkönyvéhez mérten, és akkor még egyszer állítom neked, hogy én ezt nem titkoltam el. Mondom még egyszer, számos levelet kapok, és amikor emek általában, hogyha jönnek valamilyen más intézményen és a község vagy közöttem, és az itt van én nekem, az én nemre volt ez a levél megírva, hogy engem viszont pont fordítva az érdekelne, hogy te hogy jutottál ehhez a levélhez hozzá, nem azért, mert eltitkolom a levelet, hanem azért, mert ez Farkas Iván és Zdenka Farkasová közötti levelezésről van szó. Folytatom tovább is, jó? És elmondom neked még azt is, amit elmondtál a végén, a fölvezetésednek a végén, hogy pontosan engem az elvélben megerősített, hogy a lépéseket meg kell tenni, és most megmondom miért, jó? Mert ebben a levelében, itt zöldel be is van, itt ezt fogom most elolvasni, amit a inspektor asszony, amit a képviselő úr ugye kritizál, ebben a levelében a következő áll. V prípade neukončenia funkčného inovačného vzdelávania rejiteľky školy pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania môže rejiteľku školy podľa paragrafu 3 odstavec 8 písmeno B zákona číslo 596/2003 zbierky zákonom odvolať zriadovateľ školy, nie školská inšpekcia. Školská inšpekcia vás o tom neinformovala. Ja is, hogy miért nem írtam nekem a jegyzőkönyvet, mert nem küldte, az egy következő kérdésem volt, tovább azt írja. És most jól a mondat, amit te mondtál, jó? Tehát ennek a levélnek a legvégén az van írva, hogy školská inspekcia využila zákonný postup v zmysle paragrafu 13 odsek 7 písmena B zákona číslo 596. Pri kompleksnej inšpekcii školská inšpekcia nezistila žiadne protizákonné, závažné protispoločenské konanie. Pont. Most ezt én konfrontálom, ezt a mondatát ugyanennek a Farkasovának azzal, hogy mi van benne magában a jegyzőkönyvben, jó?
A jegyzőkönyvnek, ami ugye itt van, amit én beszínezve ugye médiát felé mutattam annak idején, ami 27 oldalas íromány, és annak ugye a, mondjuk a tartalmának a jelentős része, mondjuk úgy, hogy 50%-a pirossal volt bejelölve, negatív értékelés volt. És ebben van a következő, és most ezt, amit te olvastál meg, amit én olvastam az ő leveléből, konfrontáljuk, hogy hogyan van akkor ennek a jegyzőkönyvével, amit szintén dr. Farkasová írt alá érdekes módon. Zistilo sa porušenie všeobecne závazných právnych predpisov a interných predpisov. Paragraf 7, tak porušenie. Paragraf 7 odsek 3 zákona 245 o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov, nedodržanie učebných osnov v počte a kritériá hodnotenia písomných prác v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Ez volt első törvénysértés. Zistilo sa porušenie všeobecne závazných právnych a interných predpisov. Paragraf 11, odstavec 2 školského zákona, nevedenie zápisov v triednych knihách a protokolu o konvencionálnej skúške v jazyku národnostnej menšiny. Ezek nem súlyosak, ezek a törvénysértések. És most jön, a zistilo sa porušenie všeobecne závazného predpisu, paragrafu 6, odstavec 5, vyhlášky číslo 320 o základnej škole z neskôrších predpisov, nedodržanie dĺžky veľkej prestávky. Ez már egy súlyosabb dolog, tehát a higiénés szempontjából tartósan nem volt hosszú távon betartva a törvényben vagy ebben a rendeletben ugye, lévő, törvényes rendeletben lévő hosszal a szünetnek. De most jön a leglényegesebb, ami a súlyos törvénysértés. Zistilo sa porušenie všeobecne závazných právnych predpisov, a to paragrafu 34 odstavec 3 zákona číslo 317, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Törvénysértés világosan, ugye? Neukončenie funkčného inovačného vzdelávania pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania raditeľkov školy. Tehát, ha ezt a jegyzőkönyvet a Farkasová aláírta, tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor október, nem novemberben, mert november 29-én jött meg az alapiskolába, akkor furcsa módon négy hónappal később azt írja a levele végén, hogy őszintén nem történt törvénysértés. Hát itt valami nagyon nagy probléma van, nagyon nagy ellentmondás van akkor, hogy a négy hónappal korábban megírt négy rendbeli törvénysértés, amit fel van tüntetve edzőkönyvben, amit ugyanő írt alá, négy hónappal később azt írja, hogy nem történt törvénysértés. Hát itt nem én nálam van a hiba sajnos ebben a történetben. És magában ugyanebből a levélből felolvastam azt, amikor igenis, a hallottátok, hogy ebben az esetben igenis a fönntartó leválthatja az igazgatót. Jó. Bocsánat, még a bekeresztővel hadd lehessen még akkor erről. Igen. Ha akar reagálni. Először is a levelezésre reagálnak. Igen. Félrevezeted megint az embereket. Tessék, itt van obecné úrat. Nem személyes levelezés. De előtte mi van? Inzsinyer Farkasi van. Hát akkor a obecné úrat. És? Amit te írta a levelet, obecné úrat. No, rendben van. Nem maga a levelezés. Én nem azt mondtam, hogy maga a levelezés. Nem azt mondtam. És hogy jutottam én hozzá? Ez nem maga a levelezés. Hogy jutottál hozzá? Ez hivatalos levelezés. Hogy jutottál hozzá? Infotörvény alapján ki lett kérve, és a dr. Farkasová kiadta. Rendben. Akkor infotörvény alapján te honnan tudtad, hogy ilyen levelezés volt? Most ezt magyarázza az embereknek. Én a sztanoviszkot kértem ki. Sztanoviszkot? Te honnan tudtad, hogy van ilyen sztanoviszkot? Ezt honnan tudtad? Most ezt mondd meg. Honnan tudtad? Hát mondjál akkor meg őszintén, honnan tudtad? Mi, titkos? Nem, de honnan tudtad? Mondd, valad be akkor. Meghallottam. Honnan? Valaki megmondta. Megmondta Farkasová Egyenes? Igen. Akkor jó, akkor ez egy más történet lesz, más irányba fogunk akkor menni ezen szállon. Akkor ő lesz támadva ilyen szempontból, hogy milyen jogon ad információt arról, ha a polgármester kért tőle egy belső információt valamilyen történetről, amiben ő tulajdonképpen saját magát megszáfolja a végén, hogy nem történt törvénysértés. Megcáfolta meg. Megcáfolta. Ha végighallgattam volna. Azt szeretnék rá. Megcáfolta. És akkor még egyszer, ha esetleg... Ha végigolvastad volna ott azt a első inspekciós sztrávát, ott megvan, hogy meddig adtak időt, na ott sztrányi zalmat. Olvasd el azt is, légy szíves. Rendben. Akkor most hadd olvassam el, rendben van, akkor a sztrávából kiolvasom azt, amit ha ennyire ilyen értetlenül viszonyunk hozzá, kiolvasom a dolgot, jó? Tehát na druhom stupni, ez most a jegyzőkönyve az inspekciónak. Na druhom stupni realizovali prieskum zameraný na identifikáciu šikanovania, tehát erőszakos hozzáállásnak. Výsledky dotazníka na odhalovanie negatívnych prejavov správaní žiakov boli vyhodnotené, boli prijaté opatrenia k realizovaniu aktivít na triednických hodinách
a celodenného preventívneho programu v spolupráci so psychologičkou školy. V otázniku zadaného školskou inšpekciou zhruba tretina žiakov uviedla, že mala osobnú skúsenosť so šikanovaním a skoro polovica bola svedkom ubližovania niekoho iného. Ez egy súlyos számok, Imre. Nagyon súlyos számok ezek. És egyet ne vegye Lea napirendről, vagy vegye figyelembe, mindenképpen javaslom neki. A gyerekek őszinték. A gyerekek megnyilvánulnak erről. Nem fogják eltitkolni, mint például tanítók, hogy valaki más. Több? Nem fogják eltitkolni. Elmondták világosan. Nagyon súlyos számok ezek. Hogy a fele tudta, és a harmada pedig szenvedő anya volt ennek az egésznek. Ne haragudjam már. Nem tudtam más tenni, mert én ebbe bűrés és nem akartam lenni. Mert attól a pillanattól, hogy ez a jegyzőkönyv igaz, hogy 3 hónapos késéssel. Nem az én hibám vége. 3 hónapos késéssel kezembe került, kérem szépen, nekem lépnem kellett. Lépnem kellett. És tulajdonképpen a szülők döntő többsége, a nyilvánosság döntő többsége, lakosság döntő többsége tudta, hogy ami itt le, tudja, hogy amit le van írva, ez igaz. Ez igaz. Ez nem igaz. Ez igaz. Akkor a inspektorok hazudnak? Jó. Zárjuk a vitát a következővel. A község lakossága nem akar további vitát, meg traumát, nem akar. Zalba Zsófia bíróságra adta ügyet, kérem szépen. Mind a kettőt, leváltását is, meg a munkaszerződésének a tulajdonképpen a megszünetését. Innentől kezdve a kocka el van vetve. A bíróság dönteni fog. Ezt az ügyet így most már ezen a ponton zárjuk le, kérem szépen. Lezártam a vitát. Ez a képviselő jelentkeznek, szeretnék reagálni, mert 10 perccel jelentkezek, hogy reagálni. Utolsó két lehetőség akkor, képviselők részéről. Most visszatérve ugye a... Pillanat, hadd mondjam el. Ármai Adrián és Borbát Imre képviselő. Tessék. Köszönöm. Tehát amit felolvastál és kijelentetted, kijelöltél, nekünk is átküldted, előbb mutattad. Utána még van annak folytatása, ez megint csak ugyanaz, amit az inspekciónak a sprájával csinálta, hogy kiemelt kontextusok, vagy kiemelt mondatok a kontextusból, igen. Tehát nincs értelmezve végig. Igen. Tényleg csak kiragadott szók. Mindennek van ugye itt, főleg ebben a levélben van folytatás, olvasnám. Školská inšpekcia vás o tom neinformovala z nasledovných dôvodov. Tehát, hogy miért nem értesíte. Igen. Informáciu plnení predpokladov zamestnanca uvedených v paragrafe nem fogom olvasni, by mal mať zriadovateľ, nakoľko podľa zákona vykonáva vo vzťahu k riaditeľke školy právne úkony. Je jeho povinnosťou sledovať plnenie predpokladov zamestnanca, ktoré musí zamestnanec podľa odseku 2 citovaného paragrafu spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme. Tiež zdrojom informovania zriadovateľa o výsledkoch kontroly v škole je rada školy, ktorej má zriadovateľ 4 zástupcov. Tehát lényegében ezt ugyanúgy neked is kellett volna figyelned, föl is hívta a figyelmedet a inspektor, vagy igen, a pani Farkasová, és folytatnám még tovább, hogy zároveň si dovolujem upriamiť vašu pozornosť na paragraf 13 odsek 15 zákona číslo 596/2003, čo sa považuje za závažné nedostatky. Keďže v základnej škole došlo k porušeniu všeobecne závažných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré je možné zo strany kontrolovaného subjektu odstrániť a nešlo o závažné nedostatky uvedené v citovanom paragrafe, školská inšpekcia využila zákonný postup v zmysle paragrafa. Pri komplexnej inšpekcie školská inšpekcia nezistila žiadne protizákonné a závažné proti spoločenskej konanie. Most még inúde jönnek itt a nyilak a következőre, a správára. Ott megint csak zisztilo sa a porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, az megint ki volt jelölve, de és utána nem volt felolvas az, hogy ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 15.12.2012 prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa dodržiavania ŠVP predmetov Ešitová-Bešitová. Ešia stána Máši Koldalon predložiť správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin školskému inšpekčnému centru Nitra v termíne do 14.9.2018. Tehát, hogyha nagyon nagy probléma lett volna és nem lett volna eltávolítva 15.12.2017-ig, akkor biztos, hogy értesítettek volna róla, mint fenntartót, és biztos, hogy ők javasolták volna a igazgatónőnek a leváltását, de ilyenről itt szó nincs. Mind amit te mondtál, mind ahogy te állítottad, még te is állítod, még most is állítod, hogy le kellett váltanod. Jó, és a hiányos képesítése? Az is ahol itt van benne. Ahhoz mit szólsz akkor?
Itt van benne, most olvastam. Világosan mondták, hogy a föntartó leválthatja. Benne van. Azt nem olvastam. A levélben is benne van. De neked kellett volna figyelned már akkor? Ki se kellett volna nevezned akkor? Jó, akkor nem? Én erre elmehetünk egész addig vissza. Elmondok egy másik paragrafuslapot, de fölöslegesen... Paragrafot én nem olvastam a paragrafot. Bíróságban az ügy. Bíróság dönteni fog. Előbb-utóbb. Lehet, hogy na, pár év múlva, lehet, hogy gyorsabban. Hát meg kell várni. Mit igen, de megint úgy adod elő, félrevezeted az egészet. De mit vezetem félre? Hát az egészet, hogy megint csak mondatokat olvasol de el mi? Az egész. Nem, de akkor még egyet akarsz, akkor ne haragudjál. Nem kell olvasni. A képviselő úrnak. Paragraf 152, zákon az 145, zákon és Polszki zákon, jó? 152, ez volt a indoklásban a leváltásnál. Bezpečnosť a ochrana zdravého výchove a vzdelávaní. Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné, alautvárne, povinné, ápon, prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov. Bépon, vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociopatologickým javom. Itt a šikana, hej, takérem szépen. Itt van benne. Na most van egy másik törvény, hogy nehogy világos legyen, hogyha itt a 152-esben azt mondja, hogy iskola köteles, akkor van egy másik, a 596-os törvény, amelyet a 5. paragrafus a második bekezdése F pontja így hangzik. Riaditeľ zodpovedá za úroveň výchovno vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia. Tehát ő, kettőt összevetjük, akkor evidensen ő felelőzze az egészet. Ne haragudjál. Még egyszer mondom, bíróságon az ügy, bíróság dönt, evidensen a jogi lépési megetett téve, meg kell várni. Addig nem kell riogatni az embereket. Tessék! Szerintem polgármester úrnak meg mindenkinek igazat adok abba, aki azt mondja, hogy békességre vágyni fog. Hiába volt béke, megbékélési szerződés, ami inkább az iskolatanáccsal foglalkozott, mint sem az igazgatónő és a fenntartó képviselő közötti kapcsolattal, az nem segített. Másik dolog, polgármester úr, én is írok a szövetkezetből magánleveleket. Az én nevem alatt nem úgy írom alá, mint a szövetkezet elnöke, nem úgy írom, a szövetkezet fejlődésén és nincs iktatva. Úgyhogy ne haragudj, ez a levél magánlevélnek nem tekinthető farkasival jogi, természetes személy és az skolská impécia közötti levelezés. Te, mint föntartó, leveleztél vele. Ez nem lehet titkos, és mindenkinek joga, hogy hozzájusson. Nem van, semmi gond ez nincs. Ennyi ez egész. A másik dolog meg az, hogy vártam a Petrik Tominak a megszólalás az ügyben, mert a sikanáról nagyon sokat tudna beszélni. Ugyanis az íras iskolában előfordult, hogy a gyereket kidobták az ablakból, szépen el lett tussolva, senkit nem váltottak le. És hogy mi a sikana, mi időnkben is volt. Sőt, a tanítók is sikanáztak minket, hogy úgy mondjam, mert megverték a kezünket, az egyik gyerek csúfolta a másikat, megszólták a másikat, azóta is előfordult, mióta nem a Zsófi az igazgató, csak akkor a megbízott igazgató a szülőt kioktatta, hogy elsősorban a szülőnek a feladata, hogy a gyereket megnevelje. Ha az egyik igazgató van, akkor az iskola felel, ha a másik igazgató van, akkor a szülő felel. Ezt úgy nem értem. És sok mindent nem értek. Igen, felmérés. Nagyon sok pedagógussal beszéltem, mióta ez az ügy van iskolaigazgatókkal. Azt mondták, hogy az inspekció által elkészített jegyzőkönyvek 99%-a így néz ki. Ugyanis az ott megtalált fölmérés, meg a tanítóknak sem mutatják meg, hogy mi van benne. Akkor lépnek, hogyha olyan dolog van, ami miatt lépniük kell. A másik dolog ebben a jegyzőkönyvben benne volt például az is, hogy túl sok ideig mennek az étkezdébe, mert benne volt. Abban viszont a községnek kellene lépni. Léptünk, az is törvénysértés volt. A másik törvénysértés az... Hogy lehetne belépni? Hogy lehetne belépni? Hát azért, mert polgármesterről megvolt. Hogy viszik az iskola, az vagy hogyan? Sok mindent építettünk, akkor lehet esetleg ott egy helyiséget is, ahol kiadjuk az ételt. A másik dolog, amire az iskolai dolgozatok volt, túl sok dolgozatot írtak szegény gyerekek. Bizonyára belerokkantak. Szerintem ebben az ügyben túl sok az emóció. Szerintem úgy zárjuk le és ne foglalkozunk vele. Vita lezárva. Köszönöm szépen. Következő naprendi pont. Na de egy pillanatra most én is visszatérek. Jó, utolsó. Hogyan lett kidobva? Az ines iskolában nincs ikan, ami. De most arról van szó? Arról is van szó, mert... Hogy valakit kidobtak a ablakon, és úgy rendben van minden? Mert én nevem lett megemlítve. Nem, azt gondoltam, hogy nem az, hogy te csináltad, vagy te voltál ott, hanem legalább szakmai szempontból elmondhattad volna nekünk, hogy mi minősül sikának. Mert a mai napig nem tudom. Jó, köszönöm szépen. Tekinted arra, hogy az... Ugyanis mikor a mezőgazdásnak ott támadják, azért köztünk van olyan becsület, hogy egymás mellett kiállunk.
fejezzük be. Nem, erről nem tudok, hogy valaki kidobta. Apovány, nem fogunk többet erről vitázni, semmiféleképpen nem, mert a falut nem fő tovább traumatizálni ezzel a történettel, bíróságban az ügy, kockában vette, bíróságban eldönti, kérem szépen. Köszönöm szépen, 13. napirendi pont. Valamilyen társadalom ellenes jelenséget kéne községnek oldania, úgyhogy ez is a Zalaba Imre által beteresztett naprendi pont volt. Én ehhez nem kaptam semmilyen követő szöveget, nem volt beteresztés. Négy képviselő aláírta, jó van, hogy meglegyen ez a pont vitatva. Tessék, tér a szó, mondd meg, hogy miről van mondhatás szó. Ahogy megírtam neked, és ahogy telefonban is megbeszéltük, nagyon jól tudod, hogy miről van szó. Elsősorban azokról a fenyegetésekről van szó, ami miatt Szolnagyőrt képviselő lemondott. Elküldte mindenkinek azt a levelét, amiből Becse József idézett egy részletet, de viszont azt kihagyta benne belőle, hogy pontosan miért is mondott le Szolnagyőrt. Azért, mert az október 4-i gyűlés után megfenyegették. Ezt te is nagyon jól tudtad, polgármester úr. Továbbá Fekete Éva tanítónőt szintén megfenyegették a március 15-i ünnepségen. Igaz, nem hogy... Nem tudok semmit. Mindegy. Nem ahol. Tudsz semmit. Hát, hogy megfenyegették, azt nem tudom. Te meg tárgyadok itt az ügyet. Te egy szó, az a szó, hogy fenyegetés nem hangzott ott el egyáltalán. Elnézést. Folytasd. Akkor én tudom azt. Hát, ha rosszul tudod. Folytasd, tessék. Akkor ez legalább már meg volt tárgyalva. És mi lett a döntés, amit kérdezett? Nincs döntés. Tulajdonképpen nem lehet nekünk ebbe igazából igazságos döntést hozni, mert állítás ellenére megy. Egyet te is tudsz, rendőr volt a községi hivatal, nem vizsgálóhatóság. Nem vizsgál. Nekünk arra nincs képesítés, hogy mi ezt tulajdonképpen nem tudjuk csinálni. És pontosan azért fogom ezt is nagyon rövidre, gyorsan rövidre zárni ezt a vitát, mert ha magánembereknek a vitáról van szó, és te is tudod, hogy volt Párkány ilyen eset, és ott te magad, mint képviselő kérted a kivizsgálását, és volt két időpont, és a érintett fél nem jött el egyik tárgyalásra se. Bemültől, te voltál az egyik, amikor te reggel hírtál, hogy a fiad már ugyanazon napon délután nem tud eljönni a kivizsgálásra. Kérem szépen, ne csináljunk ebből gyakorlatot, hadd fejezem be. Ha magánembereknek a vitáról van szó, akár Muzsla területén, akár Muzsolyaknak Párkán területén, az nem a községre való ügy. Mindenféleképpen jelentést, tegyenek följelentést a rendőrségen, vagy más hatóságnál tegyenek följelentést, legyen az ügy kivizsgálva, állunk elébe, de szerintem nekünk erre nincs ilyen szempontból kapacitásunk, nem vagyunk vizsgáló bírók, hogy magánemberek közötti vitáskérdéseket mi oldjunk a községházán. Ne tegyük ezt, és a képviselőtestület elének végképp ez a téma nem való, mert ha akkor van egy eljárási lehetősége, a községi hivatalnak jelzem arra, hogy ilyeneket kivizsgáljunk, de csak akkor, ha van följelentés. Följelentés egyik esetben sem volt. Pont. Maricek Beáta. Én, mint képviselő, nem mint magánember, én több helyen hangoztattam, hogy két magánember problémájával nem szeretnék foglalkozni. De azért csak jöttek a Szórát Katalin írt egy nyílt levelet, ugye jöttek a képviselői fölkérések. Mégiscsak azt gondoltam, hogy elküldöm ezeket a leveleket a Szilva családnak. Nagyon jól tudjátok, hogy baráti kapcsolatban vagyunk a Monikáikkal, és azt gondoltam, hogy akkor mint barát megszólítom, reagáljon erre, mert azért úgy gondolom, hogy erre reagálni kell. Minden képviselő megkapott egy levelet. Reakcióként, ugye? Amiben elmondják, hogy miről szól. Nem tudom, felolvassam ezt a levelet? Vagy annyira? Nyugodtan felolvashatod, megmondom őszintén, én olyan minőségűnek tartottam azt a levelet, amit nem válaszoltam oda. Semmivel se volt rosszabb minőségű, mint amit írtatok. Csak az ugye kint volt a Facebookon. Ez nem én, volt. Amit írtam, nem volt kint. Abból is sok minden volt kint, a most az utolsó kivételesen nem volt kint, ez így igaz, ezt el kell, hogy ismerjem. De minden képviselő, tehát tisztelt polgármester úr, képviselő úr, a kedves muzsleja. Úgy látszik, községünkben a népmese, nyílt levél, illetve a közösségi hálón való pocskondiázás időszakát éljük. Mindez tőlem messze áll, hiszen véleményem szerint csak a lelki szegény ember leli abban örömét, ha másnak rosszat csinál, őszintén sajnálom ezeket az embereket. Ahogy már az előző levelemben is jeleztem, melyet Szórád György vádaskodásaira írtam, önöknek válaszul, én soha nem fogok arra szintre lesüllyedni, hogy álnéven, esetleg saját nevem alatt bárkit is a Facebookon sértegessek. Szórád Katalin levelére azonban reagálnom kell, mivel félinformációkat, illetve helytelen állításokat tartalmaz. A levélben Esz Attilát vádolja.
Ha az ő családja fejével gondolkodnánk, most megkérdezném, ki az ez Eszatilla, ugyanis tudomásom szerint egy kiskorú Eszatilla nevű polgár perbe fogtak, a helyi Montanara Hotelben elkövetett betörés miatt talál róla, van szó? Na de térjük vissza a lényegre. Mindenki számára világos, hogy melyik Eszatilláról szó, rád Katalin. Azt is tudja mindenki, hogy miért nem szívlelik őt, hiszen 10 éves per, mely közvetett módon Eszatilla folytatott, ez György ellen megnyert. Incidens a megemlékezésen. A március ifjak tiszteletére rendezett megemlékezésen F. Éva nevelőnő, miután berontott a moziterem ajtaján az előadás közben, határozottan az ott álló emberek elé állt, eltakarva kilátást. Megjegyzésem szerint nevetséges a történet, nem felnőtthöz méltó. Miután azt Attila megkérte, hogy álljon egy picit odébb, hogy láthassák, a műsor durván odaszólt, az én helyemet is elfoglalták, és rámutatott egy anyukára, aki a kislányával ült a széken, és még hozzátette, ez ám az intelligencia. Erre, aki nem halvérű, mindenképpen reagál, hogy ezt Attila és ezt Gyuri nevét emlegette, érthető, hatalmas csalódottságot érzett azután, hogy ezt Gyuri kihasználva akkori rendőri pozícióját igyekezett bemocskolni a nevét, lehetetlenné tenni az életét, és még sorolhatnám, de azt Attila állta a sarat, és megvédte az igazát a legfelsőbb bíróságon. Hogy miért fajult idáig a helyzet két ember között, bárkinek szívesen elmondom a részleteket, ezt Gyuri sem lenne rá büszke. De engem nem hagy bosszúvá, hiszek abban, hogy mindenki megkapja, amit érdemel. Ha már ez Györgynél tartunk, hadd említsem meg Júlia Varga álnevű tisztelt muzslai lakosunkat, mindenki tudja, kiről van szó. Biztatja Szórát Katalint, hogy a Facebookos bejegyzésen, hogy jelentse fel ezt a Attilát, mert biztosan köze van ez György testi bántalmazáshoz. Ez bátran megteheti. Nyílt titok, hogy miért történt. Sokat állítása szerint ez György tudja, hogy kik az elkövetők, és azt is, hogy miért érdemelt ezt ki. F. Éva márciusi megemlékezését megelőzően a konfliktusba keveredett az egyik Csemadok vezetőségi tagja. Mivel nem talált parkolóhelyet, önkényesen lefoglalta a kultúrház bejárat előtti sávot, melyen lehetetlenné tette a többi autó számára haladást, és mivel a sáv már teljesen foglalt volt. Miután az egyik Csemadok vezetőségi tag megkért, hogy legyen szíves más helyet választani a parkolásra, durván is lekezelően válaszolt. Szórát Katalin kihangsúlyozta levelében, hogy F. Éva nem magánszemélyként volt jelen a kultúrműsoron, hanem az iskola képviseletében, és ez így van. Éppen ezért kellett volna neki példamutatóan, udvariasan és előzékenyen viselkedni a vendégekkel. Neki már többször szerencséje volt megtenni az igen színvonalasra sikeredett műsort, melyért köszönet az iskolásoknak. Így a háttérben kellett volna maradni, hogy a közönség kényelmesen élvezhesse az előadást. Mondhatnám itt tovább, és végül... Szórát Katalin inzultálása. Szórát Katalin levelében fájlalja, hogy őt állítógasabosan lekiabálták községünkben. Kérdezem én, aki gyegye falvának nevezte muzslát, mit vár? Muzslaiak szeretik falujukat, büszkék arra, hogy itt élnek. Szórát Katalin kijelentésével joggal vívta ki a muzslaiak ellenszemét. Elég a hazudosásokból, fél információkból mindenki a saját háza tájékán söpörjön. Muzsla lakosságának elege van a fölösleges problémakeltésből, mindenki nyugalomban akar élni. Nevetséges, hogy a képviselők idejét gyerekes sérelmek ecsetelésére pazaroljuk azhelyett, hogy értelmesebb dolgokkal foglalkozhatnának, mely községünk javát szolgálna. Farkas Iván polgármester is az általa vezetett képviselőtestület gyümölcsöző munkát végez. Falunk fejlődik, még véletlenül sincs szó a közpénzek hűtlen kezeléséről, vagy bármiféle visszaéléséről. Becsüljük meg ezt, nem mindig volt ez így. Köszönöm, hogy időt szakítottak levelem elolvasására. Tisztelettel, Szilva Mónika. Mindenki megkapta ezt a levelet. Én PDF-be kaptam meg, minden képviselőhez. Bocsánat, szólhatok? Ugyanis a F akárki, az az én sógornőm, aki a galamb lelkű Szilva Attilát, a durva, fekete, született Szalai Éva inzultálta. Köszönöm szépen! Én és a Monika nem volt ott, de nagyon jól tudja. Ez egy tárgyi megjegyzés volt, sorrendben most Csányi Erzsébet kért szót, de előtte elmondanák egy dolgot, mert talán nem mindenki értette meg. Tegnap itt volt az ügy kivizsgálva, mert tettünk rá a kísérletet, hogy valamilyen formában vizsgáljuk az ügyet. Nem tudtuk a dolgot lezárni, mert állítás követett, nem tudtunk döntőbírók lenni, nem voltunk ezen a helyszínen ennek a incidensnek másul 16-án, ugye, nem tudtunk ebbe döntőbírók lenni. Megmondom őszintén, ilyenekkel teljesen fölösleges a községházát raktálni, hiszen mindenki látja, mennyi beruházásunk van, ez viszont kevés emberünk van a községházán viszonyítva
elmondtam a számokat, és ugye rengeteg sok ügyet kell bonyolítani. Megkérjük mindenki tisztelettel arra, hogy ezzel, ha lehet, akkor forduljak inkább a rendőrséghez, tegyenek följelentést, és ott próbálják meg a profi nyomozók által elérni az igazokat, hogy valamilyen formában jogérvényesítést. Itt mi nem vagyunk arra hivatottak, hogy ilyen formában mi két magánember közötti vitát orvosoljunk itt a községházán. Akkor mi értelkedhet felolvasni? Melyiket? Hát mert a képviselő használat van joga felolvasni vele. Tessék, Csányi Erzsébet, tiéd a szó. Erzsikéje a szó. Erzsikéje a szó, tessék. No, szeretnék hozzászólni ehhez az egészhöz. Tavaly ősszel mentünk haza a plénumról, ha csak azok tudják, akik velem jöttek, hogy egy fiatalember megtámadott a öreg kocsmánál. Olyan csúnya szavakot használt, hogy nem normális. Azt mondta, hogy kinyír, mert hogy ilyen vagyok, meg olyan vagyok. Én az életemben nem találkoztam abban a fiatalemberrel, és utána tudtam még, hogy kicsoda. Akkor még a Maricsek Beátát is, majd azt is, mert együtt járunk, és nagyon csúnya szavakot nem akarom mondani. De én nem jelentettem senkinek, pedig képviselőt támadott meg, és megtudtam, hogy kicsoda. A Bahoric, a tanítónénék a férje, azt támadott meg ott a kocsmára. De hogyan támadta meg? Hát elmondott mindennek. Azt mondta, hogy kinyír. Ott voltunk, ott voltak a tanúk velem, mentünk haza. Az mindennek lehordott engemet, és hogy kinyír. Én egyedül étem bent a majorba. Egyedül. Ez miért nevetsz? És nem pétem, hogy ez, micsoda. Ez miért nevetsz ezen? Ha megkérdezem. Most nevetek. Azért, hogy csak én egyedülálló voltam ott, de én nem jelentettem senkinek ezt, nem hívtam ki újságot, hogy legyenek szívesek, írják meg, hogy egy képviselőt, egy tanítónénének a férje megtámadott. Mert megtehettem volna, de nem jöttem se a rendőrségre, se a polgármester után. Én szerintem ez nem tartozik a polgármesterre, ha ilyen ügyek vannak a paluba. Én nem tudom, akkor ha ezekkel fog foglalkozni, akkor másra nem lesznek ideje. Sajnálom, én a Veronikát tiszteltem, becsültem, ő arról nem tehet, de viszont a férjének nem tudom megbocsájtani. Mert azt meg tudják mondani, sokan mentünk, hogy miket mondott. Úgyhogy én csak ezt szerettem volna. Borba, akinek képviselő szó. Ez nem most kezdődött az egész ügy, meg hogy ilyenekkel foglalkozunk. Kikinek mit mondott. Szomorú, hogy ilyen. Nagyon sokszor a testületen és a tanácson is föl volt hozva, kikinek köszön, milyenek a tanítók. Nem köszönnek a Boros úr ismerőseinek, mikor ő mennek a vendéglőbe. Szerintem ez is magánügy. Mindaddig magánügy, meg nagyon nem szép, ha valakit megfenyegetnek akármiért. Nagyon nem szép, és akárki is csinálja. És akárkit ő se egy férfi csinálja, még ha csak föltételezi és gyanúja is vezül rá, hogy valakit így megfenyeget, akkor legyen benne annyi, ha más nem négy szem köz kérjen bocsánatot, és mondja, hogy be voltam rúgva, elfogott az indulat, vagy akár. Igen, hülye vagyok. Köszönöm szépen. Nem a fiadról beszélek. Nem arról beszélek. Nem arról beszélek. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy lehülyézik neki a polgár, és ezt őtet nem utasítod rendre, mivel te oldaladon vállod. Próbáljuk szerintem kötözni magunkat mindenki a kételemberül. Ezt a vitát én most berekeztem. Nincs. Berekeztettem végig. Nem akarom meg a szót. Lezártam a vitát. Kész. Következő nap rendi pont. Le van a vita zárva. Nem fogjuk hagyni, hogy itt a újra bozoljuk itt a lakosságnak az kedélyt. Egyik levelet felolvasta. Szeretnélek megkérni be, hogy olvasd fel az én levelemet is. Gondolom, nincs ott van a válasz. Nagyon szívesen, mert nincs elmenve és nincs internet. Le van zárva vita, köszönöm szépen. A egyéb naprendi pontban. Én ezzel készültem, mert pontban én azért emeltem. Vége. Egyéb naprendi pontban elsőként. Hasonló szerződés, ami Európa Uniós támogatásból fakad, mégpedig az OBOD, illetve bocsánat, magyarországi állami támogatásból fakad, de itt is teljes értékű közönyös közbeszerzés zajlott le. Ez pedig a Muzsdai Óvodája épületének a szerződése, kivitelezési szerződése, amelyet hétfőn kaptunk készhez, mert akkor volt a legkorábbi dátum a közbeszerzési eljárásnak a szabályzata alapján, és ehhez is véleményt fűzött, illetve kiegészítő véleményt fűzött a főelnőr, és a főelnőnek volt 3 pontban javasolt kiegészítése. Ugyanazt mondom, amit mondtam az előzőnél. Tehát ami ilyen szempontból, nincs benne perdöntő dolog ilyen szempontból, tehát ebből a szempontból a 6.1-esre mindjárt válaszolni fogok, mert mindjárt azt külön ki fogom emelni. Kiegészítjük, lehet, joga van rá a testületnek, természetesen megszavazza a főelnök úrnak javaslatát. Azonban akkor megnyitjuk újra az eljárást a közbeszerzési hivatalban, és hónapokig
minimálisan hónapokig, de lehet, hogy hosszabb ideig fog az egész megint állni. Tehát igazából nem olyan súlyosak ezek, amitől véleményként, ugye kiegészítésként megfogalmazott. Mondok egy példát, 6.1-esben. Benne van az, hogy a közbeszerzési eljárás során az építő vállalat, hogy 90 nap alatt felújítja nekünk az abodát. Teljes mértékben szőröstű, böröstű, aliától tetejéig. Egyébként már hétfőtől zajlik a munka. Ő azt javasolta, hogy vegyük ki bele azt a toldalékot, hogy legkésőbb 5 hónapig. A legkésőbb 5 hónapig azért van benne a szerződésben, ő 90 napot vállalt a közbeszerzési eljárás folyamán. Tehát ez a meritórius. Azért tette bele azt, hogy nagyjeszkor sagdó piatigmesziacó, mert a pályázati fölhívásnál, a közbeszerzésnél ez volt az alap. 5 hónap volt meghatározva. És igazából ő neki, hogyha nem tette volna ezt a toldalékot bele, akkor nincs összhangban neki a kínálata és amit vállalt a közbeszerzési kiírással. Ilyen szigorúk a föltételek. Tehát igazából egy technikai kiegészítés van ottan, de ők mindenképpen vállalták. Azért is vállalniuk kellett, hogy szeptember 30-áig a építés megjelen, mert akkor nekünk be kell fejezni a szerződés alapján a Betlen Gábor alappal. Tehát ők ezt nagyon jól tudják, ezért 90 nap alatt meg is fogják csinálni. Ha csak nem valami égi, valamilyen nem tudom milyen zuhatat fogik jönni, ami teljesen tönkreteszi a munkájukat. Reméljük, hogy ilyen nem fog bekövetkezni. Tessék, mintom a vitát ezzel kapcsolatban, és természetesen alapvetően a 01.07.2018-as szerződéssel kapcsolatban és ennek a javaslatával kapcsolatban, amelynek a közbeszerzések a benyújtása után a szerződött fél, akivel mi szerződnünk kell, Pohori Tamás, aki megnyerte a közönyös, a nagy közbeszerzést, ugye, és ilyen szempontból ő az, aki a legjobb árat adta, a legjobb kondíciókkal, csak jelzem, hogy a másik partner, aki beszélt a közbeszerzésben, 5 hónap alatt akarta megcsinálni ezt a munkát. Ez az úriember, ez a vállalkozás 3 hónap alatt vállalta, és nekünk ez nagyon fontos, mert szeptember végéig van nekünk határidőnk arra, hogy mi elszámoljunk az egészen. Tessék, mint tudom a vitát. Első közbeszerzések mellett megsemmisítve. Az Európa Uniós támogatásból volt. És azt mi nem igényeltük, az nem lett megsemmisítve, élő volt. De amikor már elkezdtünk a minisztériummal tárgyalni, mi kiszálltunk az egészből, mert tudtuk, hogy már van nekünk egy jobb kondíciói támogatásunk a magyar állam között. És körülbelül a magyar állam, mert minden KP-kodikus is kérdezve, kármelyre odaálltam. Hát összességében első körben ott 58 óvoda, és a második körben is már lezárult a dolog, ott 67 óvoda lesz. Környékünkben mondom, hogy környékünkben hol mindenhol, jó? A második körben most már nyáron szintén lezárulik, főleg ott, ahol a határérték alatti, tehát 150 ezer euró alatti összegnél, ott rövid közbeszerzést kell csinálni, nem közlönyös, ugye. Nekünk a közbeszerzése a oldás esetében eltartott 5 hónapig, jól tudjátok. 5 hónapot tartott a közbeszerzés. Egy határérték alatti megoldható 2-3 hét alatt, ha ügyesek a közbeszerzők. A második körben, ami most ugye előtt döntve 3 hónap ezelőtt, Ebedi óvoda benne van, Szalka óvoda volt még az első körben, Szalka, Bajta, Muzsla, Kamocsa volt az első körben, most a második körben Ebedi óvoda, Köbölkúti óvoda, Szőgyéni óvoda, van még benne. Környékünkről más nincsen, és északról van még benne Szímri óvoda. A járásunkból ezek az óvodák, országos szinten 67 ilyen. És ez körülbelül ilyen 100-valahány óvoda, és ezekben mondjuk, amit a református egyházal... Az egy más csomag, teljesen más csomag. A református egyház számára egy teljesen más döntés, határozott kormány döntés alapján történt a dolog. Ott, ha jól tudom, további 30 óvodáról van szó. Sok esetben ott vannak zöldmezősek is, például Komáromi, Csillagó oda, ugye, az zöldmezős, református, és vannak hasonlóképpen átépítések, mint a mi esetünkben. Tehát körülbelül 100, ugye 58, meg 67, az 110, 110, 125, és az jön még a 30-155 óvodáról van szó, magyar nevelési nyelvű óvodáról van szó természetesen, vagy vegyes, vannak esetekben vegyes tanítva nevelési nyelvűek is. És 150 ezer euró a határérték? A nettó határérték áfa nélkül ahhoz, hogy közönös legyen neked, tehát nagy, egy Európa Unió szintű közbeszerzés, elvileg egy norvég, dán vagy belga cég megnyerhetné, vagy pedig a határérték alatti, akkor neked az egy nagyon szűk érteli állás. Elvileg föl kell tenni a weboldaladra, föl kell tenni aki a pénzt adja annak a weboldalára, és 3 céget kell legalább megszólítani, és akkor abból lezárulik a közbeszerzés. 150 ezer euró alatt. Építkezések esetében árulnál más a helyzet természetesen. A szülők részéről fölmerült, hogy valahogy nem lehetett volna nyáron valami gyermekfelügyeletet megoldani valahogy.
mert hát azért akik dolgoznak, hogy hát ez sajnos... Eddig is csak 2 hét volt Imre bácsi. De az is valami, mert most már sajnos úgy van, hogy sokszor a nagymamák se a vizálhatók. Igen. Igen. Mert ezelőtt a faluban elkapták, de soknak már vidéken van. Mert például úgy volt, hogyha szerdán volt elseje, az már egy hétnek szám, valamikor, mikor az árójártóban régen. Igen. Igen. Igen, ez egy jogos folyat, és tudunk erről a kérésről. A gond ott van, hogy most, hogy zajlik az építkezés, bent is ugye elég komoly átalakítások vannak. Hamarosan talán ma vagy hónap fölkerülnek a fotók az óvodára most, hogy hogy néz ki most már így ebben állapotában 3 napnyi munka után, vagy 2 napnyi munka után. Bizony a óvodónak is bent vannak és dolgoznak. Ők is ott van a takarítással, meg a mindenféle pakolásokkal, mindennel, úgyhogy sajnos egyúttal nevelni is gyereket, meg a épület környékén a mindenféle szervezési dolgokat csinálni nem megy a kettő egyébként. Hanem úgy gondolom, hogy az iskola épületében, mert ott nehezen megvalósítottak. Igen. Manótában. Érted, de akkor is a óvodónak ott kell lenni, kérted. Itt a gond. Meg a higiéniás előírásokat nem tudja megtartani az iskolai. Én inkább abban láttam a hibát, mert csak így magam tudom. Mm-hmm. Jó, akkor kiki van még hozzászólni a szerződésről? Múzakösség és tessék, ez valami éve. Szeretném megkérdezni, nincsen hozzá a rossz pocsit. Rossz pocsit nincsen hozzá, az azért nincsen hozzá, mert az a rossz pocsit, ami nekünk a Betlen Gábor alatt is fel van a község honlapján, az a 251 ezer eurós, az lett kipályázva, és azzal nyerte meg tulajdonképpen a Pohori. A másik, azt hiszem minimálisan többen, ilyen 1500 euróval falozt a másik jelentkező komáromi társaságét magasabb árat. És mondom, ott a számunkra a fő döntő különbség az volt, hogy a Pohori 3 hónap alatt, a komárom 5 hónap alatt vállalta volna a dolgot, ami nekünk tulajdonképpen nem akceptálható, mert nekünk szeptember 30-ig elszámolást elkövég volt. Én csak mondom, hogy a rossz pocsit része a szerződésnek. Része a szerződésnek, hát pótoljuk, elküldjük a képviselőt. Jó? Becsé Józsa. Véletlenül ma ketten kérdezték tőle. Ott lent, ami föl volt szerelve, az a nagy, hatalmas hirdetőt adva, hogy így mondjam. Napokon belül visszakerül, megmondom miért, mert ma már van rá építési engedélyünk. Ez volt a kérdés. Építési engedély most már több mint egy hete érvényes. Jövő héten, hétfőn ez jogerős, úgyhogy kedden vissza ezt a szerelve. Köszönöm. Jó? Hát meg a hegyen is elkészült a vázos. Így van, a vázat elkészült. Elkészült a vázat, Mészáros Bélája ki is helyezték. Ma kaptam az információt, hogy Bell tartalma, tehát a szőlőhegyi madár távatú fotó, amin a pincék rajta vannak, ahol a pincék meg lesznek jelölve, azok pincék, akik becsatlakoznak a nyári aktivitáshoz, napon tavaly nem tudom milyen időközönként bizonyos pincék nyitva lesznek a érdeklődők és a turisták számára, főleg majd a Vadasból, meg főleg a mondjuk a Padfürdőből, meg itt lesznek szállítva ugye a borkóstolóra. Tehát azok számára lesznek azok a pincék megjelölve a táblán, és lesz rajta egy fehér mező, ahol ki lesz írva aznap, ha megérkezik a turista, vagy a kerékpározó turisták például, akik átjönnek Muzsdán, melyik pincel, hanyas számú pincel lesz kinyitva. Tehát ott fognak tudni szépen menni. Ez egy ilyen információs találkoztató tábla. Béláit megcsinálták, és ma kaptam a hírt, hogy hétfőn már megszállítják hozzá a táblát, és ki lesz szerelve. Hétfőn kedden ki lesz szerelni a táblát. Nem tudom, hogy most már vita van, vagy? Nincs még vita. Már lesz általános utal akkor, jó? Jó. Maradjunk az óvodánál, ha lehet, jó? Tehát... van-e még az óvoda szerződéshez még kérdés? Ha nincs, ki támogatja, kérem szépen. Köszönöm szépen, egyhangú szavazással. Második, a következő választási időszakra, a 2018 és 22 közötti, 2022 közötti időszakra meg kell határozni a testületnek, még a választások kihirdetése előtt, az önkormányzati választások kihirdetése előtt, és erre alkalmas a mai testületülésünk, hogy hány mandátumú legyen a muzsdai önkormányzat. Én teszek javaslatot, maradjon 9, mint volt eddig. Mennyit van a vitát ezzel, tessék? És mennyi lehet? 9 a maximum. Az a maximum. Ja, Muzsdán a 6-tól 9-ig lehet egyébként. Valamikor volt a szóval 3 is. Hát ha nincs vita, akkor én megtettem a javaslatomat, 9-et javaslok, maradjon meg, mint eddig volt, ki támogatja. Köszönöm szépen, elfogadva 9. A harmadik egy olyan dolog, hogy a kataszter nekünk egy olyan döntésünket, ami korábban született, megszakított, mégpedig a következő miatt. Érdekes történet, elmondom, miről szól a történet. Ugye másfél évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy Muzsda községben minden olyan telekvásárlásnál, ingatlanvásárlásnál, ami egyik szereplője a község,
akár vételi pozícióba, akár eladási pozícióba, és községi telket érint, akkor 5,40 € lesz négyzetméterenként neki az ára a beltelekben. Ez egy határozata volt az önkormányzatnak körülbelül másfél éve. Adódott a történet, hogy mi ennek a figyelembevételével javasoltuk a Rézúton az utolsó két parcellának az eladását, Galambosék, Urbánekék, illetve még az azt megelőző két parcella eladását, az még egy hónappal korábban volt, egy kettővel, Szitás Attila és Szombat Monika részére, és ott mi ezt a döntést használtuk, ez volt a katasztrofai indoklás, hogy a Muzsla önkormányzat XY számú határozata alapján. Ugyanám csak a probléma az, határozatban benne van, hogy beltelekre érvényes az ár, és sajnos a rézúti telkek már kültelekben vannak, ezt a Borovál Imre képviselő tudja. Tehát ezért megszakította nekünk az eljárást a kataszter, éppen ezért javaslok egy utólagos módosítást, hogy ezen esetben ennél a két eladásnál, a tranzakciónál mi tegyük bele a határozatba azt, hogy nem a muzslai általános érvényű rendelet alapján történt, hanem megegyezés alapján történt ennek az árnak a megállapítása. Mint tudom, hogy vitát ehhez tessék. Első esetben a Galambos Urbánek házaspárról. Jóval hagyjuk ezt, lehet, hogy ez? Szerintem nincs hozzá. Ez szimbolikus dolog. Béla, tessék. Én szeretném megkérdezni inkább a Horváth Imrétől, mert ő jártas ilyen ügyekben, hogy az extraviál, meg a intraviál, tehát a kültelet, meg a beltelnek a meghatározása mi alapján történik, hogyan lehet ezt változtatni? Arra nehéz változtatni, jelenleg nincs, aki változtassa. Ugyanis 1991-ig még a kerületi hivatalokat még nem szinte, amikor szüntették, meg a kerületi hivatalnak a jogköre. 2004-ben. A kerületi hivatalnak a jogköre volt. És mikor annak a jogait delegálták részben a kerület és a megyeszékhelyén lévő járási hivatal, ezt a jogot nem delegálták. Egyébként ez csak annyit jelent, ennek semmi jelentősége nincs. Ez annyit jelent, hogy a térképen, hogy van a tulajdonlapon egy kód, egy egyes kód, hogy az beltelek, illetve a térvégen körbe van rajzolva. És vannak nagyon nagy anomáliák. A volt tyúkfarm területe, az beltelek. Holott a falutól odába. Akkor itt a temető mellett, a Dencső Katiéknek a kertjük, már neveket is mondok, a Strakapairék kertje kültelek. Hogy mi? És a legrosszabb az, hogyha például ott egy ilyen meglévő telken össze akar szólni két parcellát, mert az egyik kültelek, a másik beltelek, nem tudod. Úgyhogy ennek gyakorlati jelentősége nincs, mert ma akkor egy körül jártunk, hogy hogyan lehetne a külterület határát kitolni. Különösen én azt hiszem, hogy már 90-es évek végén is jártunk a tó miatt. A tó miatt ekkörül azért jártunk, mert hogyha a belseje, ami az állami, beltelek lett volna, akkor rajt után az a község tulajdonába kerül, nem az államéba. De már akkor is nem volt arra intézmények ezt végig ugye. Na és hogy csinálják ezt olyan falvak, mondjuk Pozsony környékén, ahol ilyen nagy építkezési boom van, és építik a... Kültelemben nyugodtan építkezhet, semmiféle törvény nem tiltja, csak a falurendezési tervek azt úgy közszerepelni, hogy lakónegyed. Úgy, hogyha például Muzsolaiak úgy határoznánk, hogy a lyukháton ment építünk házakat, és a falurendezési terv, ahol foglalkozik, mint építkezési negyeddel, akkor nyugodtan szét lehet parcellázni, és kiadják rá építkezési engedélyt. No. Mert mondjuk érdekes módon ezt is kérik, mikor valaki a föld alattól megvesz egy külterületet is, mindig kérdik, hogy mi van a falurendezési tervben. Azért kérdik, mert hogyha ott valami lakópark vagy ipari parkban tervezve, a láb is a föld alatt drágában adja. Egy viszont, ami lazán összefügg ezzel, bár joghézakban, mert mi mondott, hogy nincs hatósága, amely ma döntene erről például, ugye egy törvényes hiba által, de viszont gyakran megtörténik az, amit Béla mond, hogy a gépkocsi úton a falutálbát kiéphezik fél kilométerrel. Tehát ez nem nagyon lazán függ ezzel össze, mert ugye általában a lakott terület, amíg a házak mennek, addig szokott lenni beltelek. Szóval amilyen hatósági döntéssel kiebb viszik, mert éppen új lakóparkén vagy valami, akkor azt elmozdíthatják el, de most már nincs hatósága, mert ezt jóval hagynál. Viszont Magyarországon érdekes a helyzet, Magyarországon mész autóval, akkor van a falutábla, ami a belteleki falutábla, az a fehér. És viszont van jóval korábban Kijevben egy zöld, ami a kültelekét határt jelzi. Zöld tálbának a községben. Lengyelországban is. A kültelkét is jelzi, meg a beltelkét a fehér tálban. Csak úgy jelzem. Nos, tehát akkor erre kéne döntést hozni, szavazzuk meg, hogy ki támogatja, hogy akkor itt egy korrekciót hozzunk, hogy akkor megállapodott ár alapján történik a 540, jó? Köszönöm szépen, mindenki jól van. Ugyanez eset a negyedik pont a egyik napi rendi pontban. A
Szidás Attila és Szombat Monika pár esetében is, amikor község ugye eladta egyik telket a rendelet szerint, ugye adta neki rendelkezésre 2 évig, a másod pedig eladta, és az eladásnál ugye ez történt, és ugyanúgy megfog a kataszteri hivatal, meg fogja ezt állítani, bár még erre nem kaptunk, hiszen ma várjuk, hogy kapjuk ugyanúgy, mert párhuzamos a 2 eset, hogy akkor ő esetükben is döntsünk arról, hogy akkor a korábbi döntésünknél az helyett, hogy a hivatkozunk a általános nyelvű rendeletünkre, az helyett be fogjuk tenni a döntésünkbe azt, hogy akkor megállapodott ára alapján történik ez, jó? Ki támogatja ezt? Köszönöm szépen. Egyéb napirendi pontban még mielőtt a dolgokra a képviselőknek ugye rátérünk, meg szeretném kérdezni Drapák Károly képviselő urat, mert küldted levelet, hogy ezzel egyébbe foglalkozunk-e? Igen. Jó, akkor felolvasod a levelet, megkérve? Nincs nálam, most csak. Nincs nálam, akkor én felolvasom. Vec. Drapák Károly, Muzla 201, Vec. Žiadosťou verejné ospravedlnenie po veci výšky odstupného. Vážený pán starosta, žiadam vás o verejné ospravedlnenie, čo sa týka výšky odstupného, ktoré bolo vyplatené pre bývalú zamestnankyňu Zuzanu Drapákovú pri rozviazaní pracovnej zmluvy v roku 2014. Žiaľ, na niekoľkých zasadnutiach obecného zastupiteľstva aj na poslednom opakovaní zaznela, že výška odstupného bola 9000 eur, čo samozrejme sa nezakladá na pravde. Hlavný kontrolór obce potvrdil po dôkladnom prešetrení, že sa neporušil zákon, napriek tomu z času na čas sa znova objaví spomínaná vec na zas. Zasadnutie obecného zastupiteľstva, dokonca aj z vašich úst. Preto vás dôrazne žiadam o nápravu a vyvrátenie doterajších tvrdení o zavádzania verejnosti nepravdivými informáciami. Ďalej vás žiadam, aby ste jasne a zrozumiteľne povedali na najbližšom zasadnutí OZ pre prítomných a samozrejme do kamery KTV, nie KTV, obecnej televízie, Karizma TV, KTV a Estergomi TV. Pre širšiu verejnosť, že zákony neboli porušené a správna výška odstupného je, nájdete to v archíve z novej účtárne a nie 9000 eur. Ospravedlnenie adresujte mne ako bývalému starostovi, ale aj bývalej pracovničke Zuzane Drapákovej. Očakávam od vás jasné ospravedlnenie a uľutovanie, že sa to stalo. S úctou, Drapák Károly. Nos, akkor erre most válaszolok, jó? Ha megengeded, én most név nélkül fogok, nem mondom a nevet természetesen, nem mondhatom a nevet, mert ez törvénysértés volna. Viszont azt a levelet, amit te magad írtál 2015 márciusában a községnek, tehát nekem, mint polgármesternek, és megírtad a Mikácsi ügyvédi urának, ezt én most engedem, mert felolvasom akkor, jó? Drapák Károly, Muzsla 201, címzett községi hivatal Muzsla. Tárgy válasz XY végkiegértésével kapcsolatban. Tisztelt Mikács ügyvédi iroda, tisztelt községi hivatal. Mind a kettő level ugyanaz ugyanis. A Pozsonyban 2015. március 12-én keltetett levelet 2015. március 27-én kézbesítették nekem. A levélben megfogalmazott üggyel kapcsolatban a következő néhány mondatban szeretném önöket tájékoztatni. A muzlai községi hivatal és XY közös megegyezés alapján szüntették meg a 23 éve fennálló munkaviszont, a munkatörvénykönyve 60-as parafusával összhangban. A munkaadó és a munkavállaló között megbeszélt okok nem kerültek leírásra a munkavállaló kérésére. A levélben feltüntetett és egyben átutalt összegből nem lehet következtetni a végkielégítést érintő összegre, mivel az nagyságrendekben eltér a valóságtól. Tehát az 5187,49 euró önmagában nem lehet semmi vita tárgya. Ez az összeg a következő tételekből tevédők össze. Most tessék figyelni, mert több tételből az a összeg. A kommunális választásokkal kapcsolatos honorárium, ez az egyes. Kettes. Az anyakönyvezetőnek járó ruhapénz. Hármas. A megmaradt szabadság kifizetése. Itt teszek egy kivételt most Margóra, jó? Más esetekben ez nem szokott a község által kifizetése kerülni, csak jelzem. De még a iskola által se, kérem szépen. Munka végzésnél előfordulhat. Nem, én csak mondom. Ha olyan dolgozója ment el, akár az iskolának korábban, előző igazgatónő alatt, vagy olyan dolgozója ment el a községnek, akinek volt földrendet szabadsága, utánéztünk, senki esetében nem volt kifizetve, kérem szépen. Csak jelzem. Ez egy törvénytelen. Oké. De csak jelzem, milyen volt eddig a gyakorlat. Jó, de nem volt törvénytelen. Oké. Itt viszont volt igényel. Rendben van. Negyedik. A szociális fontból való merítés a kérdezett célra. Ötödik. Az évvégi jutalom, vagyis prémium. Hatodik. A novemberi havi munkabér. És most tessék figyelni, most jön a lényeg. Ezekhez a tételekhez jön hozzá az 5 havi átlagbérnek megfelelő összeg, amely ebben az esetben bruttó 4009
egész 65 euró. Tesz ki. Ennyit tesz ki. Ez volt a levélben. Tehát adjuk össze a kettőt. 9196,49 euró. A fent említett összeg kifizetésénél a munkatörvénykönyve 76-os parafusának 7. bekezdését alkalmaztam, azaz a munkaadó más esetekben is adhat végkielégítést, mint amelyet az 1-es és a 2-es számú bekezdés tartalmaz. Most a másik lényeg, tessék mindenki hallgassa. Ma is úgy gondolom, hogy törvényesen jártam el, XY községi hivatal kiváló dolgozója volt, és az elmúlt 23 évben fáradtságot nem kímélve dolgozott községünkért. Munkatársaival jól együttműködve és köztiszteletben álló alkalmazottja volt a községi hivatalnak. Ez egy fontos mondat volt, kérem szépen, mindenki jól figyeljen. Végül szeretném, ha tiszteletben tartanám döntésemet, és az ügyben békésen lezárhatnám az ügyet, különösen tekintettel XY-ra, aki a történtekért nem lehet sem felelősségre vonni, sem számunkért. Köszönöm megértésüket, tisztelte a Drapák Károly. Akkor hogy is van ezt tulajdonképpen? Rosszul értelmeztem, most is látszik, hogy rosszul értelmeztem. Károly, csak olvastam. Olvastam. Mindegy, Iván, neked itt van a lehetőségét benézni az archívba, és akkor van egy ilyen, nem tudom pontosan, mert én ezt nem... Engem ez nem érdekel, engem az érdekel, hogy légy szíves, mondd meg, hogy az 5 havi lelépője mennyi volt a feleségemnek. Semmit nem kérek tőle. Itt az van, de az... ezekhez a bérlekhez jön hozzá az 5 havi átlagbérre megfelelő összeg, nem ezek. Amely hát de hogy le van írva. Az lehet, hogy úgy van írva. Béla, olvasd el kérlek, itt a zöld, ezt olvasd el, ezt nem írva. A számok után olvasd el a következő mondatot. De te azon ne lovagoljál. De te hogyan írtál? Nem volt 9000, Iván. Nem volt 9000. Jó, megkérem egyszer, hogy Bélát olvasd fel kérlek szépen a számozás után. Ezekhez a tételekhez jön hozzá az összhavi átlagbérnek megfelelő összeg, amely ebben az esetben a bruttó 4.9965 eurót tesz ki. Ez a kifizetett összegből 2.630 eurót sétál. Tehát, még egyszer, jó? Föl volt sorolva 6 pontban az általad célkért 5.187 euró és valami apró. Az volt az összes. Mennyikor? Az volt az összes. Tehát abból a lépő 4009 euró? Hát akkor rosszul volt megírva? Az lehet, hogy rosszul volt megírva. Ezért szóltam neked, hogy ne 9000 euróról beszéljetek. Jó. Akkor az nem annyi. Akkor rendben, akkor folytatjuk a logika, másként van a leállzó fekvés akkor. Másként. De most miért kell logikázni, amikor itt van neked az archívban? Nem, hát kivettem az archívból. Mindenki van. Most mondom neked akkor, jó? Mondom. Tehát, ha így van, hogy te rosszul írtad, de másként értelmezted. Így van, lehet. Mert te ott világosan ezekhez a tételekhez jön hozzá, írtad. Az 5 havi lelépő. Jó, de akkor na, rosszul írtad. Rosszul írtad akkor, rendben, megállapodtunk benne. Értem. Akkor viszont, ha úgy mondod, hogy benne van az az összeg, akkor következő a tényállás. Utána néztem, kivettem. Nettó bér, ugye, amiben benne van minden, a úgynevezett ruházkodás, fodrászkodás, minden benne volt, ugye? Lelépő, novemberi bér, prémium, minden benne volt. 5187,49 euró. Nettóban ennyi ment át a számlára. Így van. Oké, ez bruttóban, kérem szépen, 7518 euró 10 cent. Bruttóban. Igen. És szuperbruttóban, ami a munka ára, kérem szépen, amiben az egész tranzakció kerül a községi hivatalnak és a községnek. Arra? A járulékokkal, adóval, igen, mindennel. Pillanat, 10375 euró, kérem szépen. Én nem arról beszéltem, hogy most a átutalás mennyi volt, hanem a községnek, mint olyannak, mi munkáltatónak mennyibe került az egész tranzakció. Most világosabb vált a történet, megértettük a levelet, amit írtál, igen, tehát összességében, szuperbruttóban, amennyibe kerül a járulékokkal, elvonásokkal, adóval, az az egész novemberi tranzakció, amit kifizettél, 10.375 euró, kérem szépen. Bravo. Ennyi. Ő rajta kívül senki nem tudja, mi ez a szuperbruttó, és ezt nem szokták. De most mondom még egyszer. De ezt nem szokták. Ez egyszerűen a munkásnak semmi köze hozzá. Jó, oké. A munkás, még egyszer mondom, ha nem fogod most elmondani tételesen, hogy nem 9, mert úgy volt, hogy 9000 eurót kapott a nejem. Én nem mondtam, hogy kapott a nejem. De ezt mondtátok, hogy 9000 euró volt a lelépő. Igen, de nem az, hogy mennyi van átutalva, hanem mennyibe kerül a községnek, kérdezik. Nem Iván. Ez soha senkit nem érdekel. Nem bizony. Még egyszer. A községnek a 2014-es tranzakció, kérem szépen, mindegy, hogy minek nevezik a szuperbruttónak, minek, a község szempontjából az mennyibe került? 10.375 euró, kérem szépen. Jó, a te fizetés egy szuperbruttóban mennyi? Hát azt én nem tudom, honnan tudnám. Utána kell nézni.
Mert akkor az nem 2800, hanem 4000. Dehogy is, tévedsz. Dehogy nem. Tévedsz. Neked a nyugdíj biztosító majd, amikor nyugdíjban ne, Károly, értsed meg, világosan. Amikor én a múlt plénumon is, vagy akár a 15-ös, 2015-ös vitánban erőt nyilvánom, megnyilvánultam, mindig arról beszéltem, mindig, hogy a községünknek ez mennyibe került, kérem szépen. Most mondom akkor a végösszeget, 10.375 euró. Kész, pont. Az a lényeg, pont. Az a lényeg, hogy aki itt dolgozik, az soha el ne menjen nyugdíjba, mert ez a falunak sokba kerül. Ezt kikérem magamnak, ködösítesz, és arra nem vagy képes, egész idő alatt a megbékélésről, meg lezárod a vitát, meg mindent megcsinálsz, hogy neked legyen igazad, és nem mered kimondani, hogy a drapákné bruttóba mennyit kapott. És mennyi volt abból a lelépő? Akkor még egyszer elmondom, jó? Arra tehát nem 9000 volt a lelépő, hanem 4000. Ne felejtsd el, Károly. Egyet elmondok tanulságul neked, annak ellenére, hogy sokkal idősebb vagy. Tapasztaltabb vagy, idősebb vagy. Ezt a kérdést neked a múltplémon nem volt kötelességed megnyitni. Én nem nyitottam meg a kérdést. Az emberek 3 év alatt elfelejtették. Ez a vita itt a községházán 2015 tavaszán lezajlott, kérem szépen. Minek kellett ezt a vitát most megnyitni? Múltkor kijelentetett, hogy a 9000 eurós lelépő vagy nem tudom meg. De nem érted, hogy a község szempontjából veszel? Engem nem érted miben? A község szempontjából. Hogy az érdekel, hogy a Drapáknének a lelépője nem 9000 volt, hanem 4000. Nem, akkor most mondom. A község szempontjából 10.375 euró. Punktum. Kész. A község lakosságának ennyibe került az egész tranzakció, kérem szépen. Lezárva. Egyéb akart borvákében hozzászólni. Hát nem ebben. Nem ebben. Csöndet kérlek. Úgy szeretném megkérni, mert már mondtam a Doksor Robinak is, a Vezér Csabának, itt is mondtam, a mellettünk lévő közben, még tavaly októberben föltöltött az eső azt a zárkot, igen. És azóta nem lett kitisztítva, még hosszabb, akkor 3 méter szakaszt kellett volna kitisztítani. Most 15 méteres szakaszt kell kitisztítani. Ráadásul hordja az iszapot oda ki az országútra. A DAP mellett beszélünk, ugye? Nem a DAP mellett beszélünk, hanem a Rusznyákék mellett, amit megyünk fel. Jó. Az egyik dolog, másik, most a parcellaszám nincs nálam, az egyik esetben téves beírás történt a kataszterbe. Igaz, hogy csak 36 négyzetméter, amit a község nem adott el, de mégis felkerült a vevőre. Mindis ez a bánomó van, tudjuk, hogy milyen keskeny utca, nehogy a jövőben vissza kellene kiértőt venni. Ezért kérjük meg a kadasztert, két soros levél, ha nincs időtük, megírom, hogy javítsa ki annak alapján, ami a szerződésben volt, ez egyik. A másik dolog a Szent István völgybe. Tudjuk, hogy 17 árnyi terület tévedésből másokra került. Azok az illetők lelettek róla véve, községnek kellett volna kérni 3 hónap ezelőtt, már általában 60 nap alatt mindent beírnak, hogy írják be a községet. Ez a mai napig nem történt meg, úgyhogy légy szíves, nézzük meg ebben illetékes. 3 soros levél, a szükséges anyag volt hozzá, átküldtem, de én a község nevében nem levelezhetek. Kinek küldte a levelet? Kinek? A Csabának. Jó. Rendben. Köszönöm szépen. Mészáros Imre, és Mészáros Béla, tessék. A Szurád Ágoston anyósá előtt azt a tócsát kellene megszüntetni hasonló módon, mint a Csíkzuliék előtt megcsináltuk. Szurád Ágoston előtt? Igen. Olyan az a... Tudom. Rostéjjal. Rostéjjal, igen. Be kéne valóban sorolni. Tudunk róla egyébként, tudunk erről természetesen. Jó, csak meg is kell csinálni. Hát, rendben van, csak... Na, jó. Kapacitások végesek. Na, az állított, jó? Ahhoz a... Csak elképzelésként mondjam, mindenki tudja. Ahhoz mérte, mennyi beruházási aktivitás volt 2014-ig Muzsla községben? Ugye mindenki látja, elmondtam az elején, tulajdonképpen égésföld a kettő. Ahhoz mérte, hogy ma is ebben az évben mennyi aktivitásunk van, lényegesen több kollégára van a szükség a községhivatalban. Higgyétek el! A Vezér Csaba minden nap tulajdonképpen este 7-ig vagy 8-ig dolgozik, mindenféle különleges premizálás, meg mindenféle hozzáfizetés nélkül természetesen. A hölgyek közül vannak olyanok, akik bejárnak a hétvégén akkor behozni a dolgaikat itt lent a községhivatalba, mert nem tudják befejezni a munkákat naponta 5-ig, fél 6-ig, kérlek szépen. A helyzet az, hogy... Nagyon jó, rendben van.
Oké. Okay. Rendben. Tehát az a helyzet, hogy nekünk a mai kapacitásunk mellett, a mai munkálmányok mellett lényegesen több a munka, mint amit el tudnak a kollégáink látni. Épp ezért én ezeket jegyzem, sorra kerül ezekre a dolgokra is, csak látni kell azt, hogy mindennek megvan az okozója és az okozata. Tehát ilyen szempontból arra kérem a lakosságot türelemmel, hogy igenis igyekszünk, egyszerre minden, mindenhol nem tudunk megcsinálni. Tehát látják az emberek, hogy igen, felülnék a falu, rengeteg helyen van, beruházás, minden, csak jelentkeznek is, akkor nálunk is csináltam, meg ott is csináltam, meg amott is. Egyszerre nem megy. Ígérem, hogy mindenkire előbb-utóbb sor fog kerülni, és igyekszünk mindenkinek a gondját, baját ilyen módon megoldani. Jó? Drapán Károly, tessék! Minden esetre egy mondat még a bocsánat kéréshez, ez nem hangzott el, és ez a te gyönkeségedről szól, mert én is, hogyha majd arról is kellene beszélni, hogy amikor én leléptem innen, hogy a törvény szerint hány hónap lelépőt kaptam, és az a falunak milyen sokba került, akkor ebből a logikából nem is kellene választásokat csinálni, mert jobb a falunak, hogyha valaki nem kap lelépőt. De ezt hagyjuk. A másik, szerettem volna az előbb helyesen, illetve szimpatikusan mondtad, hogy van talán egy kicsit több tapasztalatom, mint neked vagy másnak. Pontosan ebből kifolyólag szerettem volna megtekinteni néhány tervdokumentációt, amire kétszer is nemleges választ kaptam. Erre kérnék szépen választ. A másik, ugye az utóbbi időben elég szorgalmasan járok gyűlésekre, és emlékszem rá, amikor arról beszéltél, hogy a hegyi vízzel kapcsolatban szóbeli egyesség volt, és sajnos az interneten nem találtam sem megrendelőt a hegyi vízzel kapcsolatban, és sem szerződést azzal a céggel, aki ezeket a munkálatokat végzi. Ez a második dolog, amit szeretnék kérdezni. Az is nem titok, hiszen ma is szó volt arról, hogy új közbeszerzés, illetve új versenypályázat van a házi gondozók rendszerének a meghosszabbítására, illetve ennek a tevékenységnek a folytatására, és nem hangzott el az, hogy ezekre a hónapokra, miután véget ért az előző szerződés, milyen forrásból lesznek a gondozók fizetve, és ami a községi hivatalnak a szerződését illeti, sajnos, hogy ez az egész, ami ezt körülveszi, bizony-bizony eléggé bűzlik. Azért bűzlik, mert azt világossá tetted, és világosan elmondtuk, meg mindannyian tudjuk, hogy egy kilométer pénz nem lett 236 euró, az helyre lett téve. És ugyanakkor nem lett megmondva, hogy hány tétel volt rosszul kalkulálva, mert most akkor nem tudom, hogy mi van, tehát 70 ezerrel lecsökkentettük szinte a végösszeget, és közben kiderül, hogy mégis ugyanannyiba fog kerülni. Tehát akkor az adott szerződésnél és az adott költségvetésben, ha szerepelt rosszul 70 ezeres tétel, miért nem lett megnevezve, hogy melyik tételek voltak alul méretezve? Köszönöm. Jó, nos, kezdjük az elejét. Bocsánat nincs. Azt hiszem világosan elmondtam miért. Miért kell bocsánatot kérni? Elnézést kérek. A másik. Te kérsz tőlem számon információkat a netről, szerződéseket, számlákat, meg mondod, hogy megrendelőket. Megrendelőket nem kell rajta lenni a neten, csak jelzem, jó? A számának meg a szerződésnek kell rajta lenni a neten. Holott az igaz, hogy picit késünk a idei számlákkal föltenni, nincs még összegezve, megmondom miért. Mert a mai napig az egyetlen egy szem hivatalnokunk, aki a könyveléssel, zárszámadással, minden gazdaságügye foglalkozik, annyira el van havazva, hogy nem volt ide még erre, de jövő héten ígérem, hogy meg lesz oldva a történet. Viszont tisztelt polgártársak és jelenlévők, képviselők. 2014-ig, amíg Drapán Károly volt a polgármester, nemhogy a község honlapján számlák, meg szerződések, semmi információ a községről nem volt, kérem szépen. Az az ember kéri számon rajtam azt, hogy a rengeteg információ, amit fölteszünk a netre, áttranszformáltuk a Muzla község honlapját egy tájékoztató, informatív jellegű netre, naponta változik a tartalma. Igyekszünk a törvénynek eleget tenni, minden számla, minden szerződés rajta legyen.
egy piciben, egy részletében késünk, ezt bevallom, jövő héten pótoljuk a dolgot. Az az ember kérje a számon tőlem, aki a sátmag idejébe semmilyen üvegzsebet, semmilyen transzparenciát nem tartott be, semmilyen információt nem tett a község honlapjára, kérem szépen. Gyalázatos. Kér még valaki hozzászólni? Kér még valaki szólt? Kér még valaki szólt? Becső József, tessék. Fejezzük be, mert ez csak a szekedésbe torkolik. Így van, egyetértek. Mészáros Béla, gondozókkal kapcsolatban, elmondjam neked azt például, gondozókkal kapcsolatban. Nem gondozókkal, mikor a szőlőhegyi vízzel. A szőlőhegyi vízzel rendben van. A szőlőhegyi vízzel, kérem szépen, megvan kötve minden jogviszonynak, meg kell lenni kötve. Megvan a megállapodás, nem szóbeli, megvan a megállapodás, egy keretszerződés, amely több évre szóló, és annak köszönhetően erre az évre, abból kifolyólag. Megrendeltük a 2,5 kilométernyi munkát, és arra nekünk a számla, amikor majd befejezik ősszel a munkát, a számla fog jönni, kérem szépen. Minden relevánsan, minden jogászok által letisztítva történt. De akkor gondozókról is szólok, ha már meg nem érted őt. És az infotörvény? Milyen infotörvény? Hát ami alapján nem... Hát világosan megválaszoltuk neked, hogy olyan információkat, amiket kérsz, azt nem kötelez bennünket a törvény, hogy a projekt dokumentációnak valamilyen részletkérdését kiadjuk. Hát ne haragudjál, nem fogjuk kiadni. Gondozóhálózat. Semmilyen kötelességünk abban irányban nincsen. A gondozóhálózat, kérem szépen. 2012-ben, amikor én önkormányzati képviselő voltam, először voltam ugye abban az előző időszakban, akkor 2012-ben indult a gondozóhálózati Európa Uniós projekt Szlovákiában. Én kaptam megkeresést muzsdai szülőktől, hogy a nagyszülőjeik érdekében, mert távol laknak, nem muzsdán laknak, nem tudnánk ezt, nem voltam hajlandók ezt beindítani. Én javasoltam az önkormányzati ülésén 2012-ben, most indul a pályázat, adjuk be, Muzsla kezdje ezt a szolgáltatást. Nem adtuk be, mert a polgármester lesöpört az asztalról. Hallani is akart róla, kérem szépen. Ő nem akart dolgozni, nem akart fölösleges munkát magának, mert majd a Párkányi Városi Hivatal helyettünk elvégzi. Hát nem végezte el, kérem szépen, jelentem tisztelettel. Éppen ezért, mikor én polgármester lettem, és mikor megnyílt a második pályázási lehetőség, éltünk a lehetőséggel, pályáztunk és sikeresen működik. Ma a 6 plusz 1 gondozón, kérem szépen, mert egyik az másik programból van, ellát összesen 31 gondozottat. Ilyen arány, ekkora arány, egy gondozóra hám gondozott, kérem szépen, nincs az országban sehol. Éppen ezért optimisták vagyunk a tekintetben, hogy a következő harmadik pályázási, ami most már elkezdődött a pályázat kiírásával időszakban, ami valószínűleg szeptember 1-én fog indulni, akkor több gondozóra lesz lehetőségünk, mert akkor nem az alapján fogják, hogy hány gondozó kapacitás van adott megyében, mint most, hanem azt mondják, hogy hány gondozott van, és abból egy országos átlagból visszaosztva hány gondozó lesz lehetőségünk. Optimisták vagyunk a tekintetben, jóval több. Tehát muzsdán megint munkahelyeket fogunk létrehozni. Kérem szépen. Van ezzel szemben valakinek ellenvetése? Nem lehet senkinek ellenvetése. És megnyugtatlak téged, hogy addig az új helyzetek, az indulásai ki van takarva a dolog, meg lesz oldva, minden gondozó a pénzét nem fogja kapni. Kérem szépen. Hát ezt kértem, én tudom, hogy a gondozónak jár a pénz. Hát természetesen. Elnézik a munkát. Természetesen. De elhangzott itt a gyűlésről, hogy a költségvetésből honnan veszik ki a pénzt? Honnan venném ki a pénzt? Hát megkapják a pénzt, úgy mi eddig? Honnan venném hát a szerződésnek vége van. De jó, rendben van, de van egy köztes szerződés megkötve. Igen. Borvál kérve, tessék. Nekem csak egy kérdésem lenne részben polgármester úr felé, részben volt polgármester úr felé. Tudjuk, hogy a Baruch Szerénke ideglenesen van megbízva az iskola vezetésével, a következő gyűlés az szeptemberre van tervezve, hogy mikor tervezzük az új igazgató választás kiírását. Jó kérdés. Alapvetően meg kell mondani azt, hogy per pillanat ugye az önkormányzatunknak van két határozata, ami azt mondja ki az első, hogy tudomásul veszi azt a információt, hogy jogilag nincs iskolatanácsa a Muzsla község iskolájának. Nincs iskolatanácsa. A másik pedig arról szól, hogy megbízza a polgármestert, hogy adja ügyészségre, tehát állami ügyészségre ezt a problémát, ennek a megalapítását és a jogi kérdésnek ugye megválaszolását, hogy akkor hogy is vagyunk ezzel, van-e iskolatanács, vagy nincs iskolatanács. A törvények világosan kimondják, hogy amíg nincs iskolatanács, tulajdonképpen addig nem lehet pasztikírás megállítani. Ennyi. És most, hogyha már bocsánat, egy köztes kérdés generált ez nálam, hogyha valamikor júniusban valami határozatot, vagy júniusban már nem, júniusban, augusztusban hoz a ügyészség valami, igen, akkor össze lesz hívva a testület, és kiértékeljük ezt a határozatot, vagy természetesen. Köszönöm. Természetesen. A másik kérdés megjelentem a polgármester úr felé? Igen. Azt terjed, de valóban nem tudom mennyire igaz, hogy hát tudjuk, hogy a forgalpályán végre valahára
épül egy kornak megfelelő WC, és zuhanyozók, hozzá nem voltam ott, hogy mi épül konkrétan, annak ellenére, hogy a szövetkezet is támogatta, és én magam is, mint Borvák Imre, pedig meccsre nem járok. És hogy te följelentést tettél valahol, hogy nem a törvényeknek megfelelő épül. Én nem tudom, ki tett följelentést. Ebből a mi konfrontációnkból bármit lehet föltételezni. A faluba ezt terjed. Sajnálom. Én erre válaszolok, és előzőre is még válaszolok. Tehát az van, hogy igenis volt följelentés, bűnvádi följelentés volt, nem a község ellen jelzem, ismeretem tettes ellen, hogy fekete építkezés zajlik az öltözőknek az átépítését illetően. Én is voltam kihallgatáson, az AC Muzsla elnöke is volt kihallgatáson természetesen, és ebből az a rezumé történt, hogy nekünk hamarosan, nagyon gyorsan, záros időn belül azt az építkezést ott legalizálni kell utolagosan és az építési törvény értelmében. Meg fog történni természetesen, mert most már ugye a községi márciustól a kataszteri döntéssel a dolog, hamarosan kibeselkedünk és fogunk ezzel foglalkozni, csak megvárjuk azt még teljesen az egész épületnek a toalette környéki része is ugye valamilyen formában végre befejeződik, és az, ha megtörténik, akkor visszük ugye kollodációra az egészet, mert most már így, és csak jelzem halkan, hogy papíron kataszterben az épület nincs. Ott nincs épület, ott csak focipálya. Tehát éppen ezért tulajdonképpen, ha valamit akartunk is volna lépni, először is ugye azt a épületet kell valamilyen formában legalizálni, utána pedig magát az átépítést kell ugye hivatalosan elindítani. A helyzet az, hogy nincs épület, és a községnek a tulajdonában ez egész telek, mint olyan, még a telek rendszer, amik ott vannak, ugye elmondta a Borvák képviselő, hogy utak meg minden, márciustól van. Most nekünk ez egy resztünk, viszont ennek kapcsán érdekesen a vizsgálat folyamán előjöttek azok a dolgok, amiről 2015-ben itt már mi foglalkoztunk. A 2014-es átépítés is terítékre került a rendőrségen természetesen, ez is kihallgatás tárgya volt, úgyhogy azok az akkori számlák és akkori mindenféle dolgok is elmentek, bevallom őszintén, a rendőrségre. Tehát onnantól kezdve én nem tudom, mi lesz a ügynek a folyamánya, egy biztos, ügy nincs lezárva, és igazából én azt a feladatot kaptam, hogy nagyon gyorsan kell nekünk a dolgot, most már immáron újonnan, újfent, mint községi tulajdonosnak a dolgot rendezni. Most mondja, tessék. És mikor zajlott ez egész ügy? Mikor voltunk kihallgatáson? Igen. Hát a följelentés januárban történt, és mi február-márciusában voltunk, én kétszer is voltam kihallgatáson. Most azért szeretnék nagyon megkérni mindenkit, ha valakit piszkálni akar, ne ilyen módon tegye. Ugyanis, hogy ezt mindenki nagyon jól tudja, az ingatlan gyereket, azért ismerem Muzslán, mindenkinek az udvarába találni olyan épületet, ami nem teljesen van legalizálva. Vagy az építkezés nincs teljesen. Vagy építkezés nincs. Úgyhogy, ha meg akarjuk egymás életét keseríteni, ez fene jó ahhoz, csak a feljelentőnek mi a jó nyava, vagy a haszna van ebből. Mert úgy ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt valamból csinálja, szórakozásból, és hogyha megbüntettek valakit, nem a Borvák Imrét vagy a Farkasokat fogják megbüntetni, hanem a községet, vagy a AC Muzsulát. Vagyis közpénzt viszont. Akkor mondjad még ehhez? Nem ehhez, mert hamarabb jelentkeztem még a Borvák Imrét is. Jó, semmi. A Drapák Károlynak akartam még válaszolni, hogy némileg azért az én szakmámból kifolyólag ismerem, hogy mennyi munkával jár felrakni ilyen információkat egy weblapra, nem olyan, mint a Facebook, hanem a FAU-nak a honlapjára. Tehát ha a FAU-nak az alkalmazottjai ennyire ki vannak használva, akkor még ezzel is foglalkozni, én meg is értem, hogy bizonyos csúszásban vannak. Tehát azt jelenti, hogy most például képzeljétek el, hogy május 25-től életbe lépett a GDPR, ami azt jelenti a személyi adatok védelme. Ez egy akkora hatalmas agenda, hogyha ezt valaki úgy betű szerint be szeretné tartani, ahogy a törvényben van, persze a törvény sem még világos, ott is rettentő ellentmondások vannak, akkor még 2-3 alkalmazottat kéne fölvenni a faluba. Hát kell ez nekünk? Ezt tulajdonképpen a GDPR egyelőre még szönyeg alá tudjuk söpörni azzal, hogy nem világosak a feltételek, de már érvényben van az európai törvény. Na most ez a FAU-nak, a FAU információnak a honlapra tétele is, ez bizonyos időt igényel, megterhelő, biztos, én tudom, de
ez kötelező, sajnos. Jó, akkor még a Borvák Imre előző témához hozzászól, elmondom a következőt. Néhány napja kaptunk egy döntést az ügyészségről iskola tanács ügyében, ami arról szól, hogy nem ő a illetékes joghatóság. Tehát passzív dolgot tett, eltette adatta az ügyet, ő nem dönthet erről. Most ehhez el kell mondani a következőt. Ugye a te kérésedre az Oktatási Minisztériumnak a jogi osztályának az igazgatónője küldött egy levelet nekünk, amelynek a 11. pontjában van az, ha emlékszel rá, itt van nálam, föl tudom olvasni egyébként, emlékszel rá nyilván, hogyha jogvita merül föl ilyen témában, iskolatás témájában, a községi föntartó, meg a nem tudom ki között iskola, vagy a iskolatás tagjai között, akkor ott van meghatározva a paragrafus, hogy mely paragrafus alapján kell a dolgot ügyészségre feladni. Mi ez alapján adtuk a ügyészségre a dolgot. Visszaadta a ügyészség néhány nap ezelőtt szó szerint, azért adta vissza, hogy ő ebben a kérdésben nem dönthet, és most elmondom a indoklás, miért nem. Öt oldalon a indoklás különbözsz, és elmondom, miért nem dönthet. Jó, egy pillanat, hát fejezem be. Nem dönthet, mert az ügyészség a alkotmány szerint állami hivatalok és állami ügyekben dönt, önkormányzati ügyekben dönt, és a iskola is, mint önkormányzati intézményként van véve, de az iskolán belüli iskola tanács, amelyek nincs jogainsága, mert nincs icsa se. Tehát nem jól annyi szervezetről van szó, ezért ő tulajdonképpen a minisztériumi legislatív osztály igazgatónőjének a véleményével szemben nem jogszerű ebbe dönteni. Éppen azért, hogy mégiscsak akkor igazságszolgáltatást nyerünk ebben a vitában, egy-két nappal később ugyanezt a dolgot, ami ment beadványként a ügyészségbe, ment a bíróságra. Tehát egyetlen egy jogi instancia van, igazságszolgáltatási szerv, ami ilyen témában dönthet, a bíróság, kérem szépen. Ez a bírósági beadvány tenet adott be lett adva, jelzem, és a képviselőknek el fogom küldeni mind a kettőt, mert mind a kettő friss tulajdonképpen, nagyon friss. El fogom küldeni a ügyészségnek a döntését, a passzív döntését, hogy miért nem dönthető ebben, miért vetkőzte magáról le az egészet, nagyon sok hosszú indoklás ennek, és utána párzamosan ezzel elküldöm azt a minisztériumi dolgot, ami téves volt sajnos, tehát ebből az adódik le, hogy a Oktatási Minisztérium jogi osztálynak az igazgatónője nem tudja pontosan ebben a kérdésben kidönthet. Nem tudja egyszerűen. Rossz információt adott, mert én viszont elfogadom a ügyésznőnek a véleményét, aki ebbe döntött, hogy valóban, mivel egy olyan intézményről van szó, olyan szervezetről, aminek nincs jogánysága, nincs icsője, nincs neki tulajdonképpen igazából jogi statútuma, jogi statútuma van neki, de nem joghelyzete nincs neki, tehát nem jogi intézmény, és nem magánintézményt juttal, hanem úgy mondják, hogy érdekképviseleti szervezet, mint például a Muzsdai Nyugdíjas Klub például, aminek nincs kicsője útszintén. Tehát ilyen témában ügyészség nem dönthet. Ezért egyetlen egy instancia van, aki dönthet, az a bíróság, kérem szépen. Két nappal ezelőtt bíróság vett adva az ügy, hogy döntse el, hogy ebben a vitában, hogy van-e iskola tanácsunk, vagy nincs iskola tanács, akkor mi van. Jó? Tessék. És mondjuk, nem tudom, mert közönséges bírósággal van tapasztalatom, a szövetkezetnek folyik egy 500 eurós köre hatodik éve, hogy ilyen esetben lehet, hogy kollégák tudnak neked választ adni. Igen, ezt jogilag fő megvitatni, hogy milyen hosszabb. Mert ugye egy megbízás az lehet 2-6 hónapig, nem lehet hosszabb ideig, nem engedi a törvény hosszabb ideig, és a második is csak jogi indoklással lehet. Tehát nálunk ez az indoklás, hogy mi a föntartó azt mondja, hogy nincs iskola tanács, ez az indoklás. Ja, de nem lehet kiírni pázat, ami nincs iskola tanács. Most a helyzet az, hogy 2-szer lehet, hogy a 6 hónapra megbízni, többet nem lehet. Nyilván nekünk abban az időben nekünk meg kell vizsgálnunk jogilag relevánsan, hogy akkor, ha netán az van, hogy nincs bírósági döntés, vagy az jön le, hogy mit tudom, hogy nincs iskola tanács, akkor mit kell érni például ebben esetben. Nagyon. És nekünk ezt a igazgató választásnak a kérdéseit okvetlenül meg kell tudnunk. Ez a mai jogi helyzet. Én azt hiszem, hogy ebben te is igazasztóz nekem, ami meg a többi, meg minden intézmény, meg idegenes helyzetek hosszú távon. Ez sajnos igen. Ez így van. Ebben egyetértek, maximális egyetértek. Adrián, tessék. Na, ugyanezt szeretném volna kérdezni, de Borvaki. Jó, tessék, közönség. Azt szeretném, hogy én szerintem ez időhúzásnak számít ő részéről, mert bírósági döntések azok nagyon sokáig tartanak, úgyhogy azt gondolom, hogy még ha szeptemberben is lenne döntés, vagy mit tudom én, de az nem lehet, akkor is nagyon hosszú idő, és megint csak meg lenne bolygatva az iskola év, mint szülő. Nagyon szeretném, hogy a gyerekek már nyugodt körülmények között legyenek az iskolában, rendezett körülmények között, és minél hamarabb szeretném, hogyha ki lenne hirdetve a rendben, egy módon történet, hamarosan egy jelent az iskola tanácsnak a megalapozása nullától kezdve. Úgy megtörténik. Hát akkor most önmagának mond ellent, látja. De akkor minek lehet bíróságra? Hát azért, mert valakinek el kell dönteni, hogy mi van.
és mivel ügyészség, aki relatív gyorsan tud dönteni ennek be, 3 hónap alatt például, 3 hónap elteltével adta nekünk, hogy ebben nem döntött. Akkor mondja meg nekem, milyen más jogi szerv, igazságszolgáltatási szerv dönthet ebben, csak a bíróság, nincs más. Szerv csak önnek a véleménye. Mi az én véleményem? Hogy az én véleményem? Nincs iskolatanács. Iskolatanács jogszerűen nem alakult meg, kérem szépen. Nem alakult meg, úgyhogy nincs iskolatanács. És akkor még ezt hadd mondjam el, hogy a másik beadvány, figyeltek képviselők, a másik beadvány, ami az aláírás hamisítás és a okirat hamisítás véget megy, az viszont kemény vizsgálat alatt van. Azt elmondom. Az igaz. Ami úgy szintén hat arra, hogy akkor tulajdonképpen rá tud világítani, így döntenek, vagy úgy döntenek, hogy akkor volt-e jogszerűen megalapítva iskolatanács, vagy nem volt is. Az a második beadvány, azt viszont vizsgálják, igen. Jó, én szeretném tudni akkor, mikor az év a iskolatokat. Ezt én nem tudom megmondani. Hát ha itt van, a képviselők döntöttek tavaly, itt vannak a döntések, határozatban, hogy igen, tudomásul veszek, nincs iskolatanács. Második döntésükben néhány hónappal később megbíznak engem, vagy a ügyészségre. Ügyészség, majd menjünk a lépcsőfokokon. Ügyészség visszaadja, hogy ő ebben nem dönthet. Egyetlen egy instancia, aki dönthet, a bíróság, ezt mindenki elismer, ugye? Innentől már nincs tovább, nincs más, aki döntsön. Van a iskolánk igazgatója, nem kell megírni, van igazgatója, jó? Amit szeretne ön, illetve egyetlen módon történhet. Holnap neki látunk a új iskolatanács felállításának. Igen. Az a járható út, természetesen. De ha a bíróság nem mondta ki, hogy ez illegitim, akkor hogyan lehet nekiállni egy új iskolatanács felállítására? Hát mert mi állítja a főtartó, eldöntötte már, hogy illegitim. De nem döntheti el a főtartó. De ő nem döntheti el. A miniszterünknek a jogásznője azt mondta, az igazgatója, hogy a ügyészség. Ügyészségben azt mondta, ő ebben nem dönthet. Előbb elmondtam, hogy miért nem dönthet. Világosan mondta. A képviselőtestület dönthet róla? Nem dönthet. Csak a képviselőtestületnek az a véleménye, hogy ad egy nincs jogszerűen iskolatanács, nem jött létre, és ad 2, megbízta a polgármestert, akkor adja a igazságszolgáltatásra, adja a dolgot. Ennyi. De akkor a régibe kéne folytatni szerintem. Nem kéne a régibe folytatni, mert régi nincs. A régi nem jött létre törvényszerűen, maradjunk annyiban. De akkor most hát nem, illegitim, de és hogy ez tényleg így van-e, ami a fönntartónak a véleménye, eldönti a képviselők is, kérem szépen, majd eldönti az instancia, a jogi instancia. És ha 3 évig fog húzódni, akkor 3 évig nem lesz iskolatanács? Nem, azt nem lehet. Hát iskolatanács, azt kérdezem. Azt nem tudom, de viszont tény és való, ütközik két dolog. Tehát megbízni igazgatót a törvény szerint csak 2 fél évre. Ennyi. Tehát tovább nem lehet, nincs rá lehetőség. Tehát igazából arra kérjük majd most, hogy Borvá Kimerével előbb volt ugye a szóváltás, hogy igazából mi van akkor, hogyha addig nem lesz bírósági döntés, és igazából viszont meg kell oldani. És viszont a másik ugye mantinel, amit nem lehet áthágni, egy alappostulátumnak, hogy ahhoz, hogy te pazitívre kik kell lenni is, katonács. Azért kérdezem, hogy fog ez zajlani, hogyha addig nem lesz bírósági döntés. Erről beszélünk itt. Borvá Kimerével. Megmondom ki a alsós alapon. Ugyanis, mikor valamelyik szülőnek elmegy a gyereke az iskolába, akkor újat kell helyette választani. Volt erre már a történelemben példa. Csak hogy az iskolába odáig mi lesz, ez egy más dolog. Hát elég sajnos, mert ezt a polgármesternek 100%-ig aláírom, hogy amit mondott, hogy sajnos ilyen magamutogatás nagyon sok van az állami hivatalok között, és találkozunk. És találkozunk vele. Ez van. És akkor áll az ügy. Pedig van törvény. Hát és amit neked mondtam, hogy lehet, hogy ezt a beadványt a kassai ügyésznek küldjük, az egész más választ. Csak joghatóság új variálás. Hát ez van. Jó. Kérem szépen, akkor a egyebet is lezártuk. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Köszönöm szépen a mai testetülésnek a minden részének az aktív hozzáállását. Köszönöm szépen a közönségnek, a polgártársának és mindenkinek jó éjszakát kívánok. A polgártársának is a otthon a televízió képernyőjét. Jó éjszakát!